6 óra múlt 11 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, Hello Feri, hello, Jani, szó! Hello, jó reggelt! Szevasztok! Hello! Drága hallgató! Bugit neki! Mondjad! 70-szeresére nőhet a pálinka főzés adója. Hát most ezt is elveszik tőle. Azért az elég erős ez a sztori. Na jó, ha már adó, majd én is akarok az adóra. Jó, de most érted? Mindenkinek, ami... Most neki a medence adó, neki a hangulatról, ennyit a feelingről. Oké, Bee Gees levesbe, gyerekek, még beszéljük az adókról. Elnyomhatatlan. Nyomja! Ez az! Magasra a kezeket, gyerünk, Bugi! Figyelj, nem akarok én sem, de hét után beszéljünk egy kicsit. Ez a leadózott jövedelmednek az adóztatásán. Tegnap megkeresett kisközségem polgármestere levélformájában, és azt mondtam, nem neki, természetesen. Nagyon szimpatikus, mert a levélnek bevittem a retyóra, kuláztam egy nagy... és használtam. És azt mondtam, hogy na jó, van papír, de mégis alternatív módon. Na majd erről akarok egy mondatot mondani. Nagy de tényleg, úgy felhúztam magam, gyerekek, én aztán tényleg nem vagyok anyagias, tudjátok, ha én haragszom, értetek haragszom, mármint a hallgatókért. Igen. Így van. Tehát ez mindig olyan, hogy Bali, ne húzd fel magad, persze, de ez a ti ügyetek ugyanúgy, mert ti is megkapjátok ezt, és ha mi kicsit haragszunk, mindig értetek is haragszunk. Na de majd, hét után. Na, többen hallgatnak. Adókat fogunk eltörölni. Földeket fogunk beszántatni. Igen? Hidakat fogunk visszafoglalni. Aha. Csak legyen hét óra. Ja, akkor jó. Addig még pihenünk, de héttől. Gyerekek, viszont tegnap egy kerek órán keresztül, mondom, hogy még jobban utáljátok, napoztam a kertben. Uh-huh. Mondjuk nagyon nem fogott. Látszik is a kerten, biztos. Nem volt tegnap végig olyan érzésetek, hogy kint voltatok a városban, hogy van remény, hogy jó az élet, hogy süt a nap, hogy végre melegednek a csontjaid. De nem volt ilyen? Hát ebből a szedből nem az, hogy süt a nap. Ja, te. Igen, én fogászható voltam, de éreztem, hogy valami történik kint is. Valami jó dolog. Figyelj, én benn voltam a városban, elkísértem egy barátomat egy rövid kis ügyintézésre. Jó idő volt, mosolygott mindenki, sokan voltak a tereken, és valahogy azt éreztem, hogy kezd a Magyarországba visszaköltözni az élet. Egy ilyen hosszú téli állam után ébredünk. Mm-hmm. Olyan jó volt látni, érezni. Se baj, sütkéreztünk. Ákos ma reggel újra havat prognosztizált. Igen? Hétvégére ráadásul. Azt, hogy a hét közepére állítólag. Állítólag. Hogy tönkreteszi a napunkat ez a fiú, de tényleg, örülünk neki, szeretjük, de amikor ilyet mond. Hát ez van, de csak a magasabban fekvő területeken, tehát neked nyaktól fölfelé. Jó, de Feri feje mindig felhőben van. Hát tehát, hogy az. Tehát úgy kell hessegetni, hogy lássunk belőle valamit. Te kondorkeső, ne rakjál fészket a fülettől. Hess innen, te húja, hess innen, már rég Afrikába kéne lenni. Csináltál is valamit, vagy csak kifeküdtél, és a testedet napozott? Nem. Egy gatyában. Benni jobban volt, Noel otthon volt, aludt, jó gyerek, tényleg, most már nem kezd beállni. És egy félmeztelenül, amíg cserélték a csapot nálunk, egy nagyon kedves szerelő ismerős cserélte a csapot. Ő is vizes, ugye? Ő is vizes, én félmeztelenül napoztam, ő bent szerelte a csapot, rám nézett, én ránéztem, és azt mondta, hogy amik nincs itton, ugye? Mondtam, nincs. Akkor egy kis hancúr kérdezte, de semmi nem volt. Annyira zavaró jött, hogy mind a két oldalon meleg vizet kapott. Igen. És tudtam egy órát napozni, elég sok teendő volt, de egy órát beiktattam, gyerekek, és úgy éreztem, hogy itt egyszerűen van remény. Meg van ez az érzés, hogy van remény. Hallottad a szuszogást? Hogy a néni odahúzta a létrát. Hát az anyád. Nézd azért ez a parázt, még azért hogy elkapnám a kis golyócskáit, aranyom. Hogy napozik? Azért ez a Viki is biztos, hogy este olyat tudnék neki mutatni. Hát megyek, bekenem fekete nadájtővel, tetőtől tartik az anyám. Isten itt. Na figyeljetek. Na. Most az van, nem csináltam képet, ja, hanem mivel elhanyagoltuk teljesen az Instagram oldalunkat, igen. Így akarok egy bugi videót csinálni, jó? Jó, de most, de indítsd akkor mindenki előtt. Hogy legyen már valami bejegyzés az Instagramra, várjál, Feri, te valahogy csak egy ilyen, indul a bugi! Csak csináljuk, majd én benne leszek. Jó, mert ilyen 10 másodperces videókat fel lehet rakni az Instagramra, megnéztem az utolsó bejegyzés Story Gala. Hát mondtam, mi van ezzel a nagyon elit, nem is annyira szűk társasággal, mert 30 ezeren vagyunk az Instagramon. Az nem gyenge. Ami azért nagy szó, mert ez most indult, aha, nem érted. Évek meg azért óta nagy Facebook szó, oldal, hát úgy könnyű. Meg azért nagy szó, mert nem teszünk rá semmit. Igen, aha, meg félre egy képet teszünk, egy nagyon elit szűk társaság van.
Úgyhogy várjál, így benne vagyunk? Indítsad, majd én belemegyek, nyugodt. Jó, jó, jó. Okay. Föl a zene. Videóra teszem. És megmutatjuk, hogy bugizunk. Ezt többen kérték, hogy ez amikor nyomjuk alá a zenét, és bugizunk. Figyelj. Oké, okay, de várj, ezt sokkal tudom csinálni, úgyhogy csinálj. Kettő, egy. Várj, csak ne nézzek arra. Várj, csak hogy jól nézzek ki azért. Ez kicsit nehéz lett. Föl a zenét! Ez az! Fett van a zene! Megy a bugi! Így vagyunk! Egy ötös tesa! Én nem adok neked sűrűságot vissza. Ott vagyunk! Gyere! Tetszoló! Hey! Nézd a zsűrűt, hogy megemelt az egyik kezét. Gyerekek, azt okay, és az a jó, hogy rajtunk füles van, aki megnézze a videót, azt látja, hogy három ember némán táncol. Semmire, mert hogy nem volt kiadva. Tehát ezek a srácok mekkorák. Ez olyan, mint a Stevie Wonder, állandóan szól a fülükbe valami. Igen, és, együtt érzik a ritmust. Igen, erre kíváncsi leszek, hogy mennyire érezzük együtt a ritmust. A legjobb videó lesz, három ember némán táncol. Semmi nem lesz benne, mert nincs zene. A fülünkben ott volt, de hogy zene nem lesz. Úgyhogy nincs ezzel baj. Te bármit alá rakhattok. Erre bármit alá lehet rakni. Mi van a fogaddal? Köszönöm szépen, jól van egy része. Melyik? A másik része az ott marad. Húzták? Nem. Ez nem az STK. Már a régi STK. Mostan nem tudom, hogy milyen a mostani, de régebben ugye azért az egy általános trend volt, hogy bementél, és akkor megnézték, és kicsit láthatlanban már hozta a fogót, aztán húzta is ki, mert azzal már nincs több probléma. Jó napot kívánok! Nem. Most kaptam egy gyógytömést. Gyógytömés? Az gyógytömés, az a lényeg az egésznek, hogy olyan anyagok szívódnak föl a fogamba, amik adott esetben megszüntetik a gyulladásokat, meg segítenek abban, hogy mondjuk ez az érzékenység, ez a hőre való érzékenység, ez így elmúljon, és akkor a jövő héten kapok úgynevezett kompozit tömést, ami egy állandó dolog lesz abban az esetben, hogy ez az érzékenység elmúlik. De nem mondtad, hogy igen, ne varázsoljanak el, és amalgámot kérsz, mint réteg. Mondtad, kompozit, hagyjuk be, amalgám ezerül, hogy legyen már bele azzal. Többi megsértődik. Igen. Ezüst, drága szágom, mit kell vele? Mi lesz veled, hogy mi lesz, hogy egy kompozit? Mit szól a másik 40, ami amalgám van? Hát ne csináld. De az én drága doktornőm Berné mondta, hogy hát nem biztos, hogy itt még gyökérkezelni kell, nézzünk meg egy átmeneti megoldást, a jövő héten majd eldöntjük, hogy mi lesz a végleges megoldás. Milyen rendes? Hát ő nagyon rendes, és figyeljetek, azon kevés, illetve biztos sok doktornő közé tartozik, aki például úgy adja be az injekciót, hogy igazából nem fáj. Annyi segbe adja. Tehát, hogy tulajdonképpen ennyi, hogy nem fáj a fogad, de fenékbe adja. Ott nagyon rossz, de a fogadba semmit nem érzel. És a doktornéni milyen doktor? Nagyon kedves, nagyon helyes. Persze. Azt szoktam mindig mondani, hogyha mindenkinek olyan doktornő jutott volna, mint ő, akkor valószínűleg a gyerekek nem rettegnének a fogorostól, és nem be kéne lögdösni őket, hogy hívják. Plusz lenne fog a Magyarországon. Igen, meg fog is, ugye? Lenne, tudod. Tehát, hogy akkor járnának az emberek. Megkérdeztem tőle, hogy Berni, az előszokott fordulni, hogy mondjuk te csinálod meg saját fogadat? Tehát, hogy így tükörből, vagy ez csak ilyen város legendes, mondta, hogy hát egyrészt neki nincs rossz foga, nem mondom, oké, akkor... Köszi? Igen, okay. Ez szörnyű hallani. Igen, ez szörnyű hallani, mert szörnyű. Nem vagyunk egy hívásúak. Másrészt meg mondta, hogy egyébként az édesanyjával például ez előfordult, de azért a befejezést azt már egy szakértőre, egy igazi szakemberre bíztam. Ilyenben vagytok, hogy te, Berni? Persze. Így? Aha. Jézus. Most tudod, kérdezted, hogy mi az a gyógytömés. Igen. Na, a gyógytömés a következőt csinálja, hogy még egyszer el kell menned. Tehát dupla pénz, érted? Aha. Most csúnyán lenyúltam. Lehet, hogy ez Berninek is visszaívott Berni magához. Berakod a gyógytömést. És azt mondja, gyere vissza, felszívódik egy gyógytömés, és ilyen füvek lógnak most ki a szádból? Persze. Igen, reggel le kellett rágnom az árnikát, tudod így, meg az ánist, és a... Az egyébként. És így nő a gaz, nő a gaz a szádban. Igen, és mindenkit át kell tolni valahogy. Nem, figyeljetek, ez, ahogy tegnap is mondtuk, azért ez egy bizalmi állás. Tehát az, hogy mi most így tegeződünk egymással, ez szerintem bőven belefér, ha valaki rendszeresen turkál a szádban, akkor én azt gondolom, hogy ott egy bizalmi bizony, hogy kicsit olyan, mint a postás, vagy a szippantós. Tehát, hogy itt azért... Nekem is egyébként nagyon jó a fogorvosom, fehér köpeny, magas, tényleg, abszolút szép, jó. Fehérköpeny az első húzásig. Fehérköpeny az első húzásig szép, csak az, hogy győzőnek hívják. De egyébként nagyon helyes. Nagyon normális. Tényleg bizalmi dolog. Szóval azért bárki úgy nem nyúl bele a szádba. Igen. Én nagyon szeretem őt. Most próbálom a párhuzamot meglátni a fogorvos nőd és a szippantósod között, mint bizalmi állás, de hát még nem. Miért a szippantós is bizalmi? Azt ő mondta. Igen, hát a legbelsőbb titkaidat bízod rá. Hát, mondjuk ez igaz. Figyelj, akit már beengedsz a kertedbe, akit már beengedsz a lakásodba, akit beengedsz a szádba,
Azt szerintem az már bizalmi viszony. Érdekes, én valahogy nem szeretném a nőtúr. Tehát vannak dokik, amikor én jobban örülök, hogy pali. Amikor például urológus, fogorvos, valahogy, ott én nem tudom, a nőknél még egy kicsit kellemetlenebbül érzem magam. Valahogy én jobban szeretem a pali fogorvost. Na, itt szólsz, itt van. Hát igen, nem is mondtad. A nejem. Most vettem észre. B-nejem, úgy kell mondani. Becses nejem. B-nejem. Szia, Viki. Próba jelleggel. Próba adás van. De jó. Csak benézté. Na mindegy, szóval akkor rendben van a fogad, gyógytömés, és akkor jövő héten mész vissza. Így van, és akkor jövő héten megyünk vissza. Na jó van. Na de hogy 70-szeresére nőhet a pálinka? Emellett tényleg nem szabad elmennünk, mert ez hát ugye van egy ilyen nagy forradalom, egy szabadságharc az EU irányába, ugye pálinka főzés terén, és hát most olyan durva adót akarnak kirólni ránk, a pálinkafőzés tekintetében, aminek következtében szerintem meg fog szűnni az otthoni pálinkafőzés, ugyanis valószínűleg az fog bekövetkezni, hogy azaz egy liter pálinkába benne lesz kb. 825 forintnyi adó. Igen. Most ezt képzeld már. Gyerekek, én semmit nem tudok hozzáfűzni. Nem olvastam, nem is tudom, én nem is nagyon ismerem, hogy ez a hány liter otthon, ami anélküli 85-öt főzhetnél otthon. De ezt én nagyon nem tudom, nem is akarok hülyeséget mondani, csak azt tudnék. És emellé majd oda fognak csapni, így a tervek szerint legalábbis, hát ugye ez még nem fix, mondjuk cirka 71 ezer forintot adóba. Azért az elég erős. Az kemény. És akkor az többszörösére nő a pálinka ára, tehát gondolom az áron próbálják majd behajtani. Hát nem, tehát akkor nyilván áremelkedéssel jár a dolog, vagy akkor hogy van? Hát áremelkedésnek nem, mert ugye ezt ez elméletileg nem árulod. Nem, tehát ezt saját magadnak főzöd. Csak te lefőzöd, és utána otthon befizeted a... Így van. Tehát ez volt a mi nagy szabadságharcunk az EU-val szemben. Uh-huh. A pálinka. Ebben hittünk, ebben bíztunk. Ezt tartottuk. Na, de srácok, azért gondoljunk már bele most őszintén. Tehát, hogy ott van a gyümölcs bent a kertedben. Igen. Jó esetben. Tehát van, aki mondjuk persze vásárol is. De ott van a szomszédtól is, mit tudom én, megkapod, stb. Lefőzöd otthon, lepárlod magadnak otthon a pálinkát saját fogyasztásra. Ez azért nem egy olyan orbitális mennyiség. És akkor még 1000 forintot fizes erre literenként. Szerintem azért, szóval, hogy Ez viszonylag nehezen behajtható, nem? Tehát, hogy azért ez nagyon becsületi alapon kell neked jelenteni, hogy otthon hátul a kamrában van egy kis pálinka főző egységed, tehát ez ilyen nem? Jó, kicsit olyan igen, adó, hogy azért... Ez nem csak akkor működik, ha neked van, hanem hogyha bérfőzetsz, akkor is ugye működik a történet, tehát ha nem te főzöd le magad, hanem csak megcsinálsz 50 liternyi, 49 fokos szilvóriumot, akkor is ugyanúgy be kell fizetni. Na, sok, eddig nem kellett, ez a lényeg. Eddig nem kellett. De nem úgy volt, hogy ez a mi nagy... Tehát tényleg, hogy én ez volt a mi nagy halszunk, hogy megvédjük, és nem az volt, hogy a pálinka főzés, és nem engedünk, és ugye vannak, oké, hogy Unió, de hogy az unión belül minden államnak megvan a maga kultúrája, megvannak a maga hagyománya, és azokhoz ragaszkodni kell. Tehát ezeket nem szabad se eltörölni, se nagyon adóztatni, mert hogy mi attól vagyunk, hogy pálinkát főzünk, a szlovákok attól, a csehek ettől, mit tudom, hogy ezt így megvédjük, vagy ez volt, tehát ez célkitűzés volt, és most akkor az unió szabta ki ránk, ugyanúgy kell fizetni, mint minden máshol. Hát nem szabja majd ki ránk. Szabja majd ki, aha. Szabja. Tehát nem a magyar nem, hanem az unió azt mondta, hogy na hülye magyarok, akkor fizessetek a lefőzött pálinka után, így mint van. Ahogy minden országban. Ez egy nagyon szimpatikus, dicséretes álláspont volt mondjuk a magyar jogalkotók részéről, hogy ezt megtehették azok az emberek, akik mondjuk szerettek otthon készíteni maguknak egy kis pálinkát. De ilyen alapon érted, akkor most majd legközelebb majd a befőtt befőzésénél is, mert hogy egyébként olyan túl sok különbség nincs a kettő közt, így érted, mondjuk élelmiszer ipari szempontokat tekintve, tehát hogy akkor majd azután is fogunk. Mert csak a befőttnél meggyógyult a mama, ugye? Igen. Hanem akkor pálinka. Figyelj, a másik meg az, hogy tudod, azt mondod, hogy nem kell utána adót fizetni, de hát basszus, ami után adót kell fizetni, azután már utána mehet mondjuk a hatóság is. Persze, nyilván meg, hát ezt szankcionálják, persze. Meg hogyha bérfőzésről van szó, amit a Feri is említett, akkor azért ott ennyi szóval tette lehet szabály, érni. Igen, nagyon kemény szabályozás van, tehát ott nézik az átfolyó mennyiséget, minden. Úgyhogy tényleg egy ilyen, ez volt a mi zászlónk, az EU ellen egy kicsit, hogy jó, benne vagyunk, de azért legyen egy olyan dolog, ami a miénk, és akkor most ezt megfogják. Meg azért sok a köröme volt ez a dolog, illetve nem beszéljük róla a múlt időben, de hát... Én. Maga a készítés, és hát még a fogyasztás. Igen, de hogy el is indult ilyen kötelezettségszeg és eljárás. Ugye ránk szálltak már, hogy nem akarjuk mi ezt. Nem akarjuk mi ezt. Ezt a kis örömet is elveszik. Ezt a kis örömet is, igen. Ez olyan, mint hogyha hátra kötnénk a jobb kezünket. Gyerekek, én nem tudom,
én szeretném, ha ez nem lenne, meg nyilván mindenkinek drukkolok, de valahogy nekem ez a pálinka dolog, szóval, hogy... Nem értél még meg rá, nem itt lehet, áll jót. Lehet, igen. Voltam én pálinka fesztiválon, voltam fönt, ittam jókat, vagy azt mondták, hogy jó, én valahogy nem, azt valahogy nem tudok, aha, nem tudok erre rá. Nem lehet mindenki tökéletes. Ráfűzni, valami kisebb, ez legyen a legnagyobb hibád az életben, hogy nem szeretem a pálinkát. Nem, valahogy nem. Valahogy nem. Házi főzés 50 literig mennyiségtől független 1000 forint, azt mondják összesen. De mondom, én mindent beolvasok, meg mindent szívesen. Nem tudom, hogy itt milyen új szabályok vannak, jogszabályok lesznek, jogszabályok hatályosak. Tényleg nem tudom. Teljesen. Eddig teljesen volt így? Teljesen vagyok. Eddig volt így, volt és így, igen, volt változó. Így. Igen, eddig változó. Volt ez 1000 forint, ugye? Uh-huh. Így van. Azt tudom én is, igen, hogy 1000 forintot olvasom, 1000 forint, de hát valami 60 vagy 70 ezer forint lesz valami, tehát valami ilyen durva, igen. 71. Az általány, volt egy általány adó, és ahhoz képest ezt mi tartottuk, és ahhoz képest most akkor ezen picit próbálnak emelni. Na mindegy, gyerekek, mi volt tegnap ezen kívül? Jó volt? Naposztatok, nem naposztatok? Nem. Volt egész napozol, és akkor hogy hívják a komot? Mi már nem mertünk. Tudjátok, az arcom eltakarja a napot. Tehát, hogy na ezért nem mertünk. Nektek árnyék nem mertünk. Nem, nézzünk az arcomat. Nem? Most nézd meg picit. Aha. Picit, én most belenéztem a tükörbe, és éreztem, hogy picit úgy piros lett a bőröm. Tudod, mikor már érzed, hogy úgy serceg a bőr. Kicsipte a hidegtől, mint beírte a kocsiból. Yes, te vagy, nem Pálkó? Igen, ma reggel lehúzott ablakkal jöttem. De érezted, hogy jó, melegít, süt, barmi. Igen, és azt hittem, éreztem, gondoltam, hogy van remény. Én mindig erre gondolok. Hogy van remény. De le is vetköztél, vagy csak arcnapoztatás? Félmeztelenül, szigorúan nem. Miért arcnapoztatás? Nem, szigorúan félmeztelen. A szanatóriumban a mamák kifekszenek a... Nem, azonnal, én azonnal vetközöm. Tehát azonnal vetközöm, azonnal félmeztelen, még a teljes mesztelen azért az elmaradt, vizet szereltem, de nem. Na, ti nem, semmi napozás, semmi? Hogy napozhattunk volna, mondom, nem lehet, tehát nem tudtuk ezt megtenni. Csak a munka, csak a hajtás, munka, csak a időm. Igen. Igen, a meleg vendégeket fogadtam tegnap. Jöttek, hogy tényleg jöttek? Hallottuk fújni a forró levest. Igen, és benneteket kerestek, de mondtam, hogy nincsenek bent. Hallottuk a reklámot, Feri, ennénk egy nagyon forró húslevest, igen. Nagyon. Még a hideg gyümölcslevest is forrón kérjük. Volt ilyen? Hát megjegyezték egy páran. Örültek neki? Nagyon szerették, nagyon főleg a ti. Ma már újat hallunk, vagy régit hallunk? Én kicseréltem, mondtam, Viktor instruálja újra. De figyelj, egyébként a Lisztfecon sehol sem olyan forró a levesz, mint nálatok. Sehol sem, az nem haza el. Leves, házias. Mert én még hiszek a családi tűzhely melegében, a barátságban, a szerelemben. Hajadékok. Jól szerettük, meghallgatjuk az újat. Mi újság van a játékkal? Szerintem nem állunk túl rosszul, azt hiszem, hogy 1-0. Anna már meg is írt. Igen, jók vagyunk. Igen, 1-0-ra vezetünk. 8 nyert, 7 van, mi az? Döntetlen 7, és tegnap nagyon jó arcos SMS-t választott az Anna, a játékos, hiszem, a 5. másodpercig bírta. Igen. De a saját magad alatt hajolsz meg. Tehát az a nyomás, amit saját magad igen. alatt teszel. De már most is írnak. Tegnap túl nagy volt az arcotok. Elszaladt veletek a ló, ideje lenne visszaverni, szívesen segítek. Szóval már most jegyezzük, Anna, jegyezzük. Már most jönnek a kóstolgatós SMS-ek, akár ő is lehet. Persze, nem azért mondom egyébként, de mostanában az arcoskodás a hallgatók részéről picit tovább szokott tartani, mint a játékuk. Igen. Tényleg így van. És tegyük hozzá, hogy mi is csak a végén arcoskodtunk tegnap is. Tehát előtte tök normálisan kiválasztottuk az SMS-t, elolvastad, ú de jó, erős hallgató lesz. Na, amikor kikapott, akkor viszont kapott. Hát de minek arcoskodjuk értelni? A fecske szoktam mondani, hogy elég jó repülök. Hát, te tények makacs dolgok, érted? Nem. Hát most srácok. Nekem kell szóval. Tessék bebizonyítani az ellenkezőjét, de tényleg komolyan mondom. Most lehet itt sírni, meg picsogni, mint a kisgyerekek, meg a kislányok, de hát most valaki hívjon, aki tud játszani. Aztán hajrá! Akár ő is lehet, aki azt mondta, hogy szívesen segít nekünk visszavenni az arcunkból. Hát tegnap is masszív arcoskodás volt a hallgató részéről, tényleg brutális, bruttó 3 másodpercig bírta ezt az egész nagy arcoskodást. Úgyhogy, drága hallgatók, a lecke fel van adva, aki játszana velünk és jól agyonverne bennünket, megteheti, tessék nyugodtan jelentkezzen Fekete-fehér igennemre. Jó, mi meghallgatjuk Ákos híreit, és aztán jövünk a játékkal a hírek után. Morning Show, a legklasszabb dolog a reggelben. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. Hamarosan folytatódik.
3-4-7 múlt, pontosan 4 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A gyerekek, megnéztem ezt az Insta videót, elég furán nézünk ki. Tehát, hogy zene nem szól, táncolunk, Feri félig levágva, mert hogy ekkorába vettem föl, és az Insta ekkorára összehúzza. Tehát, hogy kicsit ti a szélén. Tehát én eleve nem látszódok szabad szemmel. Igen, te nehezen vagy látható szabad szemmel, úgyhogy fölrakatjuk fura zene nélkül. Fura zene nélkül, úgy át akartuk adni a reggeli bugi angulatot, amivel mindig indulunk, de zene nélkül ez így elég. Ez így elég érdekes. Na, és a tegnapi ajándékot feltetted? Hát még a feliraton gondolkozom, hogy mit tegyek. Aha. Hát találják ki, hogy ki van rajta. Igen, ma beszéljünk erről is 7 óra után, hogy kaptam tegnap valamit, igen, csak az ember erre nehezen tud mit mondani, ugye? Hát, annyira szép, hogy bent reked a szó. Igen. Nehéz, de jó témát lehet vele viszont csinálni. Na, gyerekek, hát rengetegen akarnak minket agyonvenni, úgyhogy adjunk esélyt a játékosnak, nézzük meg, hogy kit választott Anna, ki az, aki nagyon-nagyon tud arcoskodni, kivel játszunk ma reggel, ez a kérdés, már itt is van a játékosunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Nem is vettétek észre? A fuss neki, hármas ugrás. Nem ilyen, tudunk el. Jó, hát mi minden erőnk. Már nem semmi? Hallom. Már ilyen teljesen egyértelműen fogadjátok. Halló, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao! Laci? Nem, Peti. Az is jó. Hello, Peti, jó reggel, ciao. Péter, honnan hívtál minket? Újfehértóról, Szabolcs megye. Újfehértó, Szabolcs megye. Az SMS-edet nézem, hogy tegnap már túl nagy volt az arcotok, elszaladt veletek a ló, ideje lenne visszavenni, szívesen segítek, ezt írtad, ugye? Így van, igen. Ah, jó játékos vagy? Hát figyelj, életemben egyszer játszottam egy ismerősöm egy buliba, akkor rögtön elsütöttem egy olyan kérdést, hogy nem gondolod, hogy. Ajjajjajjaj. De ennél nagyobb lesz a sikerélmény. Az nem túl jó előjel. Igen. Na, kivel szeretnél játszani? Veled, Balázs. Játsszuk egyet, Péter, ez a beszéd. Hogy állunk egyébként pontilag, gyerekek? Egy null ide. Jó, csak magamat megnyugtatva. Jól van, oké, na, próbálok jót nyomni. Mehetünk? Igen, mehetünk nyugodtan. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, te biztos olyan vagy, aki szeretnék kérdezni. Úgyhogy hajrá. Így van. Mi az első kérdés? Az első kérdés az lenne, hogy teniszen kívül van-e valami sport, amit űzöl? Most azt kérdezed, hogy a teniszen kívül? Így van. A teniszen kívül van-e valami más? Jelen pillanatban csak a tenisz. Csak a tenisz? Most mást kevésbé csinálok. Te sportolsz valamit egyébként? Szoktam edzőterembe járni, azt úgy rendszeresen. És mellett, az mit jelent, hogy rendszeresen? Heti 2-3? Vagy kevesebb? Hát inkább 4, de rendszerint a 3 az megvan. Hát a 4 akkor jó nagy darab vagy. Az túlzás, most kezdtem el 2 hónapja. Mennyivel nyomsz fekve? Fekve olyan 60-65. Az jó. A szériában úgy már megyeget. Az jó. És a csajok bírják? Kérdezhetek még? Tessék? Kérdezhetek még? Akarsz? Hát akarhatok, igen. Nagyon nagy mákod van. Marha nagy szerencséd van. Nagyon nagy mákod van. Kinek? Neki? Hát neki bedugtottam még a végén, az igen, de hát már a zene már ugye már... Volt egy igen a végén? Legutolsó másodperc, tehát begúszott a taps, szólt vége a volt az egy percnek, és egy perc egy másodperckor. Nem is hallottam, ott volt egy igen? Volt a... Elveszünk. Igen. Ennyi. Meghosszabb. Nem mondtuk, hogy mától a szavajok 1 perc 10 másodperc. Jó, viszont szép, ügyesen játszottál, úgyhogy megérdemled a tapsot. Tényleg szép volt. Köszönöm szépen. Péter, én ezt az utolsó igen nem is hallottam. Volt, de már időn túl. Pedig már izzadtam lefelé. Na jó, ügyesen kerülgetted a csapdákat, úgyhogy tényleg jól játszottál. Hát ez jó játék volt. Jó van, tényleg jó. Akkor megszerezte a hallgatók első pontját Peter from New White Lake. New White Lake. Ez sokan elsütik. Tényleg hallod, igen? Annyi baj. Nagyon sokan. Igen, ez sűrű halljátok. Jó van, Péter, küldjük neked az ajándékcsomagot, gratulálunk, tényleg ügyes vagy. Ha megérdemled, azt nem is szépen. Nem is vitatjuk, ha időn túl volt, akkor meg egyértelmű, hogy megérdemled, jó? Köszönöm szépen, jó játék volt. Egy pont nektek is kell. Ciao. Hello, köszi, ciao. Alamizsna volt, vigyed. Így van. Gyerekek, ha megérdemli, ugye? Tehát jó játszott, tényleg. Egyébként sokat beszélt, és ahhoz képest egészen nem ügyesen. Játszott jól, csak korán indítottad a szignált. Ez igaz, ha tudtam volna, hogy kimondja a fene egyen, akkor még lehetett volna egy kicsit időt húzni, igen. Berettyó, Újfalu és Szolnok között baleset és trafimentes a közlekedés. M5-ös autópályán Budapest felé a 121-es és 120-as kilométer között a Kagylós kútnál. A villog a autó. Így van, rendőrautó van.
M7-es Pest felé Agárdi lehajtó után elfogós rendőrautó, viszont egész jól játszik, a suhanc küldten nekünk. Köszönjük szépen. És egyelőre ennyi, gyerekek, ide már meg valaki a találkozott új trafival, hogy most tényleg egy pontos leírást kapjunk már arról, hogy oké, hogy tesztelik ezt a rendszert, mert oké, hogy még nem állították hadrendbe. Legalábbis ezt olvastuk, ugye? Hogy igen, még van, teszt van csak. De hogy mit figyeljek? Mit nézek én, aki az egész rendszert miattam hozták be, és az egész rendszer arra épül, hogy rajtam behozzák majd ennek a költségvetését? Hogy felismerjem az újat. De ez látványos? Tehát egy dobozból mérnek? Vagy honnan lehet látni, hogy az új még celofán van rajta? Egy piros zászló van a tetején. És az olyan, hogy New van, és igen, a Vigyázz Balázs. Tehát a Vigyázz Balázs felirat ott van. Nagyobb, mint a régi. Ugye a régi az ilyen kis kameraszerű, ami az autókban is volt, a rendőrautókban, meg a három lábon is. Ez nagyobb. Egy kicsit ilyen fordított háromszögre hajaz, és elől azt hiszem négy lencséje van. Legalább meg még egy ilyen villogós. Aha, azonnal összepisilem magam, egy ilyet látok. És birodalmi rohamosztagosok vannak körülötte. Igen, azonnal kirakom a Big Mac-et a kezemből, lerakom a telefont, bekötöm magam és lassítok. De nem a miniatűrizálás a jövő? De ez annyi mindent tud, hogy a sok miniatűrt, persze, sok miniatűrt összetettek, és akkor nagy lett, ennyi. De nézd most már mindent, tehát vigyázzál az övvel. Igen, egyébként tényleg kell. Az Orion övvel, tudod? Mint a Men in Black. Nem láttam Men in Black-et, nekem vannak dolgok, amik kimaradnak, ilyen például a Men in Black. Az pedig, de jó. Én életemben egyszer nem láttam. Azt tudom, hogy a Will Smith meg a Tommy Lee Jones játszik, és fekete öltönyben mennek, és mindenkit lelőnek. Vicces film. Hogy ők mit csinálnak, miért? Életemben nem láttam a Men in Black-et. Se az egyet, se az X-et, nem is tudom, mennyi van belőle. Nem láttál te akkor semmit. Nem is éltem igazán. Vannak ilyen franchise filmek, amiket eleve gyűlölök. A Men in Black az, nem szeretem. UFO témában legalább annyira szórakoztató az a film, mint Pataki Attila. Nem, annyira nem lehet. Attila sokkal szórakoztató. Na jó van, jövünk a hírek után, 4 perc pontosan 7 óra. Ha valakinek van friss közlekedési híre, akkor küldje el nekünk. Jó, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, és már is kezdjük. Hello Feri, hello Jani. Jó reggelt. Jó reggelt kívánom mindenkinek, hűvös még a reggel, de aztán ma lesz a hét legmelegebb napja, holnaptól már újra szelesebb, hidegebb idő jön, olyannyira, hogy magasabb helyeken, mint a Feri tetején vagy homlokán havazás is előfordulhat. Úgy jövök be, hogy glóriaként. Janinál csak egy sima onos eső, mert ugye, vagy inkább talajmenti fagy, Ferinél pedig ugye nálam a havas eső. Nálam mindig meleg van, mert én vagyok a legközelebb a magmához. Igen, nem, hát nálad te a talajmenti fagyot érzed, illetve a meleget. A Ferinél ugye a felhő van a fején, tehát ott a havas eső. Nálam van az átlagködésében. Én kapok a talajmenti fagyból, és kapok a nagy havazásból, ami Feri homlokán zajlik egyébként. Kinek a hajtető, kinek pedig a szirti sas, Ferinek az utóbb. Hajtető? Az kié hajtető? Mit? Hát valaki. Ja, az egy kevés serke. Kinek mi költözünk be? Igen, Ferinek pedig a szirti sas. Igen. Mérlek a 44-es főúton Békés-Szentandrás belterületén Balú küldte nekünk, 8-as főúton Herend után Ajka felé. Trafipax. Így van, ehhez készülődnek a fiúk, üzentenek nekünk. Laller, M5-es 120-as kilométernél. Ja, ott vannak már az ereszen. Ez nem megy. Háromlábú. Máté Bence gyorsvadakra lő. Nem háromlábú. Hát megértek a hallgatók, hogy ereszekre rakják föl az új trafikat. De ez most még a régi. De lesz majd olyan is. Igen, háromlábú. Ez még háromlábú, de az új trafit már fölpakolják mindenhova, igen. Hódmezővásárhely között a 44-es úton az Algyő híd szegedi oldalán fehér Skodából. Drága fotók készülnek. Nagyon-nagyon jó. Kaptunk a hallgatónktól, valamelyik hallgatónktól egy fotót, fel is tettem az Instagramra. Ellentétben a videóval, ami készült, mert Ferit kicsit levágta, és így kicsit nyomi zene nélkül, de lehet, hogy ezt is föltesszük. Az Instagramra, hogy szűkíti a fotókat. Elküldte nekünk egy hallgató a legdurvábbat, amit én még nem láttam, hogy igaz vagy nem, ezt nem tudom. Azt írja, sziasztok, múlt héten a kollégám vett észre a 61-es villamosról, én úgy látom, fix sebességmérő eszköz látható az előtetőn. Azóta én is figyelem, reggel este ott van, szép napot, madár. Ez ugye, ami az Alkotás úton megy, azt hiszem, az a 61-es villamos ott a déli Pakscsomópont, déli pályaudvar környékén. És gyerekek, tényleg ott van valami a tetőn,
az Instára fölmentek, de meg is tudom mutatni. Rákerestünk, nézzük. A kérdés ilyenkor az, hogy ezt hogy rakják föl? Tehát bekéreckednek valahova, esetleg a rendőrség, mit tudom én, bérli ezt az épületet, vagy pedig felkapaszkodnak. Szerintem csak szóltak a portásnak. Szóltak a portásnak. A bakot tartottak egybe, és basszus, de rohadt nehéz. A régiebbek, az könnyebbek voltak. Tehát álltak ketten egy fix trafipax mérő, és azt mondták, kimászik föl. Hasonya, hagyja már. De várják, ki mondta, hogy ez fix? Hát fix. Miért? Hát mert lerakod és ott van. Dehogy is, simán lehet, hogy minden reggel máshova teszik. Más előtető minden reggel. Mindenhol. Hogy mindig felmászik. Azért, és jó, Sanyi tartsá bakot. Sanyi bakot tartott, a Péter pedig elindult fölfelé, és feladták egymások a fix trafipax mérőt. Vagy bekéreckedtek az épületbe, és azt mondják, hölgyem, ne haragudjon, tudjuk, hogy ez egy iroda. Étható ez az ablak. Ne haragudjon, csak kiraknánk gyorsan egy trafit az előtetőre, és utána már itt se vagyunk, nem zavarjuk önöket. Hát most azért érdekes, hogy kerül föl? Igen, az ablak nem nyitható, tehát az innen látszik, hogy nem olyan modell, tehát nem onnan rakta ki a csávó, valószínűleg odaálltak a rendőrautóval, annak a tetejére fölmászott, és onnan fölemelte az előtetőre a gépet. Befaroltak az Oktáviával? Igen, nézd meg, valószínűleg ott van is egy hely előtte, tehát pont, hogyha a kocsi tetejére rámész, akkor az előtetőre rá tudod tenni a gépet. És ez az új, ez a nagy. Ez az ionágyú, ez már a nagyon nagy. Azért én is látom, egyébként feltettem Instára, tehát ott van, meg tudjátok nézni. Ha egy jó helyen lakom mondjuk, és én mondjuk itt lakom az Alkotás úton, és a rendőrség engem megtalál, és azt mondja, hogy uram, ne haragudjon, az ön kilátása nagyon jó, rengeteg autót tudunk bemérni. Mondhatok én nemet a rendőrségnek, vagy őket be kell engednem kirakni egy fix trafipax mérőt, mondjuk az RKM-re. Szerintem egy jó pont. Egy jó pont? Egy jó pont, hogyha felengeded őket, vagy beengeded őket. Elnézést a muskátlikat, ahol én úszhatom, hogy... De ennél ez biztos, hogy azért jogszabályhoz kötöttebb. Tehát jön a rendőrség, állhatok én a rendőrség útjába, hogy ne haragudjon, ide nem raknak trafit, vagy igenis át kell adnom az én RKM-et. Sanyi, belóg a fregoli! Mit már arrébb az oknyainak, nehogy teleges, mindig csak azt látjuk, hogy sport, fehér sportzoknik vannak a fotón, Sanyikám nem jó. Sajnálom, nem jó ez a fordó. Balázsnak szóljatok, bár tegye arrébb a sportzoknél. Tehát hogy van az, hogy ha mondjuk én tényleg jól rálátok a déli pályaudvari forgalomra, akkor és a rendőrség kiszűrő, hogy te, Josi, az ott a másodikon azért. Az jó lesz. Oda kéne rakni, öcsém. Bekopognak és azt mondják, hogy megjöttünk. Én meg azt mondom, hogy ide nem. Akkor utat kell, hogy engedjek, olyan, mint egy nyomozást, hogy nem hátráltathatom őket. Állampolgári kötelességed. Igen. Így van. Például az autódat is át kell adnod, hogyha üldözéses jelenet folyik a városban, és azt mondja a szerv, hogy nekünk szükségünk van egy gépjárműre, akkor viszik azt. Lefoglom, hagyjuk ezt a szart. Ilyet azért nem mondjál, mert ma reggel, vagy ma este a ruhakölcsönzőből 600 rendőrjelmezt fognak kikölcsönözni. Üldözésben vagyunk. Uram, vegye legalább a kölcsönző címkét, vegye le a kabátját, nem adom át az autómat egy olyan rendőrnek, aki kölcsönzőből vette a ruháját. Tehát ugye hallottunk sokszor árrendőrökről. Az RK, de az RK ugyanez. Szerintem az RK ugyanez, hogy át kell adnom. Igen, az az ő RK-jük is. Egy dolgot tehetsz, hogy amikor például egyes ilyen telkeken fölállítanak a reklámtáblát, meg szokták ezt csinálni, akkor a telek tulajdonosától engedélyt kérnek, és fizetnek neki pénzt. Tehát szerintem a jó módszer az, hogy amikor bekopognak, akkor elkezdtek a bérleti díjra alkudni. Te ugyanis? Zsebbe, gyerekem. Vagy nem zsebbe. Igen, számlával, vagy számlával nélkül. Nem. Hosszú távú kaució, 3 hónap. Tessék, ha tönkre teszi a trafilába a metlakit. Hát akkor kauciót kell elfogadni a rendőrségtől, vagy elkérni a rendőrségtől. Szerintem 100%-ot kéri a bevétel után. Micsoda üzleti vénád van neked. Milyen szép, meg milyen fixre nem szabad megalkudni. Hát, meg tudunk egyezni, jó napot kívánok. Ha értik, mire gondolok. Állítólag az a cég, aki ezeket fejleszti, ezek ott vannak az Alkotás úton, és ez az ő irodájuk. Ja, ez egy referencia trafi? Vagy egy referencia trafi, vagy a cég önmagában kirakta, vagy azt mondta a rendőrség, hogy legyen az első annál a cégnél, aki azért ugye hát ezért az egészért majd elviszi a valét. Ők fejlesztik, és ők megfogták, és azok, hol teszteljünk? Kivigyük? Ide, az RK-re, azért menjen tesztüzembe. Ja, ez olyan, mint amikor a bontóknál egy ilyen egyes golfot fölhúznak. Igen, egy régi tudod. És akkor látják már messziről. Akkor ez a cégér. Igen. Ha akarsz trafit venni, oda menj. Így van. Igen. Azt mondja, az Alkotás 41-nél a trafigyártó cég található, ez az úgynevezett cégér. Tehát, ez az, mint a bontóknál a felhúzott autó. A 18-as karika náluk ez. A céger nem küld adatokat sehova, kaját hordunk nekik, tudom, írja egy hallgató. Hát akkor ott nem kell félni. De bocsánat, ez azt jelenti, hogy én bemehetnék venni egy ilyen trafit? Persze, nagyon kell. Az nagyon kell. De nekem, ha én trafi fetisista vagyok, akkor nem. Én vehetek tőlük. Utána irány egy kölcsönző, és leállsz a 7-es mellett.
Nem rossz. Egy haverodat fél méter, 30 méterrel tovább leállítod, egy kamuri kölcsönzött rendőrautóval, és szépen hülyére keresítek magatokat egy perc alatt. Egy magyar cég gyártja hivatalosan, elvileg csak a rendőrségnek adhatja el, vagy én bemehetek maga személyezni. A megfogalmazás nem jó, nem csak a rendőrségnek, másnak nincs szüksége rá, Feri. Jó, de ha azt... Tehát ezt inkább így közelíteném meg, hogy nem csak a rendőrségnek, csak más nem vesz tőlük, nem be, minek. Nem ez a legnépszerűbb karácsonyi ajándék. Otthonra egyet érted a hálószobában, hogy sebességet mérjem. Mondjuk egyébként gyerekek, veszek egyet, és megnézem, mennyivel tudok szerválni. Tessék, arra is jó. Ez nagyon jó ötlet. De tudjuk mérni. Tud ezt szervát mérni? Hát biztos, hát persze, hogy tud. És még kapjuk az SMS sárcok, trafit láttam a római parton. Nagyon fura. Valaki viszi a vállán teniszszerelésbe a trafit, ne? A Bali ment a rómaira teniszezni éppen. Vegyünk egy ilyen trafit, és nézzük meg, hogy mennyivel szerválok. Kicsit öncélú a dolog, ezért több milliót elkölt. Igen, szerintem kérjünk be egyet a rendőrségtől, egy szakértővel együtt, és itt a hátsó udvaron megnézzük a szervát. Ennél céltalanabb csak az lenne, hogyha valamelyik teraszotokra raknál bent, a kis kertvárosi utcátokban. Na, itt rend lesz, fegyelem, nem fogok szágodozni lefel alá. Csak én. Egyébként jó, hogy mondod, eszembe jutott valami. Viki, kapcsolt be. Mi van akkor, ha én veszek egy ilyen trafit? Igen. Kiállok az Alkotás útra, és elkezdek vamzerkedni úgy, hogy utána jelentek a rendőrségnek. Ne, csekkold a szemben lévő kamerát. Tudod? Tehát besúgó leszel? Úgy leszek besúgó, hogy veszek egy ilyen kamerát, és azt mondom a rendőrségnek, hogy oké, hitelesített kamera, ti is ezt használjátok, kiállok, és fél pénzért jelentek. Fél pénzért? De ez most nem... ezt még nem találtam ki az üzleti koncepciót, erre vagy te itt a teszte, vagy felépített. De csukom, de tényleg? De az nem jó, mert akkor a bevétel, ami a te kamerád bevétele lenne a büntetésből, annak a felét azt ide kéne adni neked. Hát én a felét megtartom, visszatörlesztem a kamerát, és kvázi eljelentem, hogy a GYK342 az Alkotás úton hitelesen ledokumentálom nekik, hogy 3:42-kor... meg 112-vel ment. Hitelesen ledokumentálom nekik, hogy egyébként 73-mal ment a megengedett 50 km per órán megengedett sebességen, egyszerűen meghaladta. Aha. Vagyis kvázi befusizok a rendőrségnek. Ilyet nem lehet. Miért nem csinálja ezt a rendőrség, hogy alvállalkozóknak fusiba ki lehet adni mérést, nem? A felét megtartod, a fel a rendőrsége. Egyébként jó. Mindig azt mondják, hogy nincs elég emberük. Így van, akkor máshol is tudnának foglalkozni ezek a rendőrök. Nagyon jó. Nagyon jó. Meg biztos van egy csomó... Meg leasingelt. Ki tudnám rakni a házhoz? Uh-huh. Egy csomó embert egyébként zavar, hogy ott a kerületében parkosítva van, gyerekek bicikliznek, gyorsak mennek, száguldoznak, uh-huh. Náluk is ilyen sóderút van, nincs hál' Isten lebetonozva. Kirakom az utca végébe, fölveszek egy kalapot, és tudják, hogy Bali mér. Aha. Vége az e... megmenteném a községet, ahol lakom. Nem mentenéd meg, mert az első nap vernének meg, ugyanis te nem vagy hivatalos szerv. Hát jó, de tudják, ugye, hogy jelentek. Hát azt tudják, csak azt is, hogy ez vamzerkedés, az első autós befékezés. Paf. Igen, viszont az ott lakók hoznának nekem pörköltet, hoznának egy csomó mindent, mert tudják, hogy én rendet tartok ott a kis községben, ahol lakom. Van ilyen. És megköszönnék nekem. Polgárőrség. Ez meg kell lépni. Ez nem tetszik. Ez lenne. Azért önkéntes rendőrködés. Az nem. Hát, de amit te csinálsz is az. Védem a községet a gyorsan. Az nem jó? Már lehetnél egyébként elvitte, szerintem tök gyorsan végigjárnád a ranglétlát. Például akkor belőle dandártábornok lennél ott a polgárőrségén. Nagyon jól haladnék? Nagy, szerintem igen. Hát figyeljetek, eleve érted. Bemész, belépsz a polgárőrséghez, és az első technika, amit beviszel a közösbe, az egy trafi. De az többet ér, mint az egész polgárőrség. Na mi polgárőrünk egyébként nagyon cuki. Egy ilyen idősebb polgárőr van nagyon. És még ott áll kint az autója mellettünk, úgyhogy nagyon szeretem. És próbált már beszervezni? Aztán azt mondom, próbált már betörni. Persze, hogy háromszor ki kellett rakni a kertből, mindig be akart törni, mondom, polgárőr úr, ne tessék ide betörni. Jobb, akkor mi van, a rendőrautót mérjük. Fordítsuk ellenük a saját fegyverüket. Kezdjük el mi mérni a rendőrautókat. Vegyünk egy ilyen eszközt. Aha. Tehát ez olyan, mint hogy a Millennium Falcon elkezdnél lőni a lázadókat? Hát ha ők mérhetnek minket, mérjük mi a rendőrautót. És nem? Hova jelentesz? Ez igaz. Hogy ez csak egy apró kis baj van vele. Azért hogy megvan az adatod, oké, és? Azért az fura, hogy a rendőrség levelet kapna Vas megyéből. Azért az nagyon fura lenne. Ön gyorsan hajtott, de hát rendőr vagyok, és jönne nekik a levél Vas megyéből. Na mindegy, nem tudom minden esetre, hát gyerekek, ez egy érdekes dolog ez a mérés. Viszont van egy másik dolog, hogy a háborgos fél órát tartunk? Lehet, tartsunk, nyugodtan. Gyerekek, tartsunk. Most a mérést kibeszéltük? Hát, a mérést igen. Nagyon kibeszéltük, szerintem nem? Igen. Nagyon. Témaváltás. De háborgás marad. De háborgás marad. Te is mondtad, hogy hoztál egy banki levelet. Nekem is, bizony. Ez még nem az a banki levél, amire nagyon várok, de... Városi önkormányzat. Hogy végre tiltek a lakás. Ja, Feri. Hol van az még? Az.
Igen, azt majd az unokáit fogják megkapni. Én szeretem megdolgozni, érte, hogy egyszer oda kerüljön. Városi Önkormányzat polgármesteri hivatalától levelem jött. Na. Gondoltam, végre. Aha. Szoboráltadás. Végre kitüntetés. Tél. Végre díszpolgára avatás. Végre mehetek, hogy az eddig Petőfi tér Sebestyén tér lesz. Végre megvan az a hihetetlen mélységű bronz, ami a fejednek a kijöntéséhez kell. Hát figyelj, ott üzemek mentek csődbe, igazából sokan nem vállalták. Végre gondoltam, jó, átveszem a levelet, elmegyek a téravatóra, rendben, köszönöm. Ajánlott volt? Ennyi. Ajánlott szelvényes? Nem, megjött, bedobtál. Itt már kicsit elkezdem gyanakodni, mondom, jó. Elvitted élesztetni a legnagyobb ollót, hogy egy nemzeti szintű szalagot egyetlen mozdulattal tudjad átvágni. Jó, átvágom, átmegyek. Vagy átvágom, elmegyek. Sebestyén Balázs Ottó. Ugye? Hát ez... Idáig szerintem megyek. Nektek csak Oti. Hitelesnek tűnik. Szerintem nem téved. Hogy ez neked jött ez a levél. Nektek csak Oti. Akkor kezdtem gyanakodni, amikor megláttam azt, hogy fizetési értesítő, hát mondom, oda a téravató. Na, már tőlük, ne, már tőlük is fizetés kapott. Hát, már ők is elismernek. Ha rohadt életben már ők is utalnak, hát megadok egy bankszámlaszámot, fizetési értesítő, gondoltam, valami jó lehet. Akarnak szólni, hogy fizetni akarnak. Tisztelt adózó. Ha? Hát ez nem neked jött. Hát ez nem. Így gyorsan továbbadtam a Vikinek. Befizetési kötelezettséget a mellékelt csekk felhasználásával találja. A lényeg, lapozok, nyáladzom, már nem úgy, hogy folyik a nyálazám, megnyáladom a kezecskémet, mondom. És keresed, hogy mire kéne fizetned, gondolom. Mire kéne fizetnem. Gyerekek, én ezt még nem hallottam, és itt engem meg is büntetnek, mert hogy pár éve ott lakom, és nem fizettem be. Hát szabad szemmel látható az összeg, csak mondom, hogy azért kicsit, hogy meginoktam, leültem. És... Következő a dolog, építményadó. Bizonyám. Én ritkán szoktam felhúzni magam. De ezen felhúztam magam. De ez, hogy építmény, az épp háza voltam. Építmény. Itt lakom nálatok, és én fizessek nektek. A sufli a hátsó kertet, az az építmény. Építmény adó. Hát szóval azért ezzel időzzünk el egy pillanatra. És ízlelgessük. Építmény adó. Jó. Túl magas? jó, nyugi. Ízlelgessük ezt egy kicsit. Te veszel egy telket, amit te a leadózott pénzedből veszel meg. Így is van. Befizeted utána a különböző, mit tudom, telekszerzési járulék, stb. 5%, 1%, vagy ha veszel ingatlant, akkor azután is fizetsz, ugye? Illetéket például, veszel egy lakást, fizetsz illetéket, ha 5 éven belül eladod, akkor még fizetsz, 5 éven túladod, de nem fizetsz. Na de! A leadózott telekre, a leadózott pénzedből építesz egy házat, és aztán építményadót fizetsz? Hát ez mi? Hát ez egy... Ez mi? Én ilyet eddig nem kaptam. Hát nem tudsz. És mondom, mivel az elmúlt 5 évben valahogy ez mindig a kukába kerül, hát úgy most azon gondolkozom, hogy... Teszem fel valami kedvezményes telt rá. Hogy szóval, hogy látható az összeg, szabad szemmel. De nem az volt, hogy anyukád áthozta a postádat, mert még mindig nem jelentkeztél. Hogy a fenébe van ez, gyerekek? Komolyan mondom. Hát az ember annyi adót fizet, de hogy még építmény adót... Én ezt eddig nem, elkerült a figyelmet. Nem kaptam. Ugye fizet kommunális adót, elviszik a szemetet, kifizeted a vizet, a közmű, vagy tehát fizetsz egy csomó mindent, amivel az jár, hogy te házban laksz. Tehát, hogy mire fizeted az építményadót? De ezt mondjátok már meg, ti sokkal okosabbak vagytok, hogy ez mi? Hogy ott lakom? Igen. Hogy ebből az önkormányzat nyilván finanszírozza saját magát, egy csomó olyan kiadás, amiből mondjuk lehet, hogy náluk közvilágítás van, vagy nem tudom, rendben tartják az önkormányzatnál a parkokat. Tehát én ezt értem, hogy nagyjából ők ezt mire fordítják, de hát ezt egyszer te már leadóztad. Ez a ház, ezt ti készen vettétek, vagy ti építettétek? Nem, ezt készen vettétek. Tehát már ott volt, nem az volt, hogy az önkormánynak feltűnt, hogy itt volt egy üres teleket. Nézd már, ide építettem. Most nem fúj a szél, mert eltakarja. Megint egy építmény. Adóztassuk meg. Hát gyerekek, hát ez építmény. Hát érdekel, ez azért van, mert csak a gond van veletek, érted? Most oda is be kell kanyarodni a szemetes kocsinak. De arra fizetsz külön, hát arra neked van szemét elviteli dílel, én arra kapok mindig egy matricát, hogy mit tudom, 2015, ráteszem a kukára, az egy nap múlva leesik, mert annyira koszos a kuka teteje, hogy nem ragad meg. De hogy úgy vagy 2015 első fél év, második fél év, fizetette a csatornát, nálunk eddig emésztő volt, most már csatorna van. Tehát mindent befizetsz, ami a házaddal kapcsolatos. Na jó, ugye, de tulajdonképpen... munka van, azt megérted. Tehát a kukára fizetni kell, meg kijön közmű... a kukása út. A közműre fizetni kell, mert a szennyvíz elfolyik valahova. Na de az épületedre arra mit, miután fizetsz?
Érted? Én azt nem értem az építmény adónál. Az, hogy te építkeztél, azt adóztatják meg? Többfajta van, tehát vagy építményadó, vagy kommunális adó, tehát többféleképpen lehet ezeket típusban rakni, és akkor azt hiszem talán az önkormányzat dönt arról, hogy milyen formában fizetted meg veled dolgokat. Tehát többfélét tud egyébként. Na de mire csináljam? Igen, hogy mivel? Fizess be. Hát sajnos... Igen? Aha. Nincs más. Jó, mondjuk én azért elmennék Brüsszelbe is a helyedbe, ha sok időnk van, meg energiát. Ne, figyelj, én nem szoktam ezeken fennakadni, sőt, a legritkábban szoktam egyébként behozni az ilyen típusú háborgásokat. Ezen most úgy meglepődtem. Meg. És ez nem az önkormányzati, mert nekik ezt be kell szedni, lehetőségük van rá, tehát nem ismerek egy csomó mindenkit az önkormányzatnál, kedvelem őket, normálisak, tehát de nincs velük baj. Csak most ez, meg hát ugye az elmúlt 5 évben úgy perelnék. Jelezném, hogy hát nem küldték ki a papírt. Baj van. És akkor még imádkozzál, hogy ne legyen tehetős rokonod, aki a halálán van. És hát rá akar adni valamit, mert akkor azután is. Na, azután is. És mi gyanús volt, mert egy pár évvel ezelőtt én eszembe jutott közben, hogy kiküldtek nekem egy olyan papírt, hogy töltsem ki, hogy mekkora a ház, mekkora a garázs, és tök becsületesen beírta mindent. Hogy közöl? Gratulálok. Mi között hozzá, Marika? Az én magam. Kérdezem, hogy ti mekkorában laktok. Igen. Miért van? Mit akarsz tudni? Igen. És tényleg, és nincs medencém, tehát ugye nálam ez a sztereotípia, amit helikoptereszel, tehát itt nekem még medencém nincs helikopterhez, tehát sem egy teljesen normális 1000-1300 négyzetméterre húzzuk meg magunkat. A világos, ha kell, négyen vagytok. Tehát gyerekek, el, nekünk se könnyű. Nem, ugye te mondod mindig, hogy a menet nincs, semmilyen nincs. Tehát, itt van maradt a kerti csap 3,5 hónapon keresztül, azt nézték föntről medencén. Egy kicsit a Benny elásztotta a kertet, hogy 70-80 köbmétert kilocsot. Nem, tehát semmilyen nincs. De hogy küldött az önkormányzat, mert teljesen nos, egy ilyen puhatolódzó, körbe szimatoló levelet, hogy én töltsem ki. És én teljesen naívan egyébként beírtam, hogy mennyi az alapnégyzetméter, hogy mekkora a garázs, nem nagy garázs, nem 100 beállós, ketten állunk be, semmi komoly nincs, tehát nem állnak a Maseratiban semmi. Csak beírtad, hogy van mondjuk egy X négyzetméteres garázsod, mekkora a kert, mekkora az alapterület, és tök becsületesen beírtam, és rájöttem, hogy... Hibáztál. Hazudnom kellett volna. És mert van, állítólag az alapján állapítják utána meg, tessék? Oké, és mi van, kijönnek és megnézik. Na, hát próbálj meg bejutni. Hát mondjuk az is igaz. Kilőd a szemedet, azonnal olyan légvédelmi rendszer van, tessék? Mióta laktok ott? Most mit akadékoskodsz? Adj hozzá ötöt, és akkor majd nem tudják követni a hallgatot. Hogy tudok ez alól kibújni? Én nem fizetek egy olyan után, amit már leadóztam. Ez az első ilyen. Nem az első, halmozódott éveken keresztül. Én minden évben megkaptam. Csak hát nyilván ez kellett volna, de én ezt befizetem, tehát ezt nem akarom elkerülni. Változott a hangvétel egyébként ahhoz képest? Na, ők nagyon normálisak, nem? Nagyon tündéri emberek dolgoznak. Kedves Sebestyén úr, egyrészt minden nap szembe jön a Péknél. Kettő, pontosan tudjuk, hogy mióta lakik itt. 4 éve lapít, legyen szíves fizetni, úgy se berúgjuk. Főleg, hogy most már be tudtuk azonosítani, az a kis kacsa úsztató, ami a kertünk hátsó részében, ezek szerint nem a tisztató, hanem tényleg önökhöz tartozik. Tényleg nincs ilyen. De hogy, szóval, hogy a fenében van ez? Én megmondom, hogyan tudod elkerülni. De beszéltem itt okos hallgatókkal. Nagyon jó. Következő. Adjátok az önkormányzatnak a házat. Mondjak le az önkormányzatot. Kedves önkormányzat. Vigyétek a házat, ezt én be nem fizetem. Közérdekében nemrég olvastam Széchenyiről egy monográfia. Az a megoldás, hogyha a lakás céljára használod, akkor nincs rá építményadó. Mi az, hogy lakás céljára használom? Hát azért a legtöbb ember a házában lakik, vagy mit csinálják? Neveljek disznókat? Arra vetik ki az építményadót, igen, amiben nem laknak. Ha lakás céljára van használva az épület, valószínűleg van egy olyan épület, vagy valami a ház mellett, nincsen nektek? De a vendégház, de! Van egy olyan épület, ott alszanak a barátaim 80-10 a gyerekekkel, persze, az vendégháznak hívjuk 600 négyzetet. Nincs semmi, nincs semmi. Azt mondják, hogy lakás céljára nem lehet kivetni építményadót. Tehát olyan épületekre vetik ki a földhivatalnál, hogyha be tudod adni a papírt, hogy ti abban laktok, akkor nincs építményadó. Építményadó akkor van, ha nem laktok benne. Igen. Igen, ezt mondja, akkor ez a garázsra vonatkozik. Ez a garázsra vonatkozik. A garázsra fizetek ennyit. Hát ebből más autót vesz. Hát 5 év alatt nem fizetetek el egy garázsra. Költöztes be a lakát, és azt mondod, hogy ő ott lakik. Vagy mi költözünk ki a garázsba. Pontosan. Fűtés, semmi nincs, egy normál. Bizonyítod, hogy abba laktok, kész? Hát kit érdeke van benne fűtés? Szereti a hideget. Alfred a lakáj. De én ezért mondtam egyébként neked, hogy akkor rohadt kerti laknak a tetejére zöld zsindét kell rakni, mert akkor föntről azt hiszik, hogy fű. Befotóztak Google-val, és le is láttad? Hát,
Akkor ezt mondták, most én azt tudom, hogy nem ők mondanak a hallgatók, a kedves hallgatók. Arrébb kell mondják, költöztetni a kertészt, az erdélyt. De az már tájvédelmi körzet, amiről te beszélsz, amit elfoglalt. Igen, az a baj, hogy három aranykoronát kihasítottunk a budai erdőből. Csak azért nem akarok ennek nagyobb ügyet, mert akkor rájönnek, hogy, hogy igazából tájvédelmi körzetben épült a ház. Tehát, hogy szóval, hogy ez a garázsra van. Lehet úgy eladni garázst, hogy csak a garázst adod el a házat? Nem, én akkor eladó a garázsom. Hát de én fölteszem most az ingatlanban, eladó garázs. Jó, de rajta van a házad, csak mondom. Nagy kaland. Na, és akkor... Nem kell mindig jól járni. Tehát erre ezt tudom mondani, nem kell mindig jól járni. Nem? Hát most gyere, lakjál Balázs garázsába. Garázs... Fizess be az építményadót, és az elmúlt 5 évet. Viszont, hogyha a garázs kell fel az önkormányzatnak, várja. Na, ez jó, a garázs kell fel ajánlani az önkormányzatnak, és akkor, hát ráadásul szerintem akkor így el is mélyülött a kapcsolatod az önkormányzatnak. Jó reggelt, polgár! Jó reggelt, Balázs! Jó reggelt, hajrá! Jó egészséget, polgármester! Persze, nagyon jó, minden rendben? Oké, viszlát, jó munkát! Olajradiátor működik? Nem fázott, polgármester úr? Nem. Jó, erőt egészséget! Ott parkolna nálad. Egyébként ez jó. Na? Kicsit külön a séta reggelenként, amit kimegy az autóhoz, de... Picit hosszabb a sétán. De velem kitöltették, hogy mekkora a ház. Tehát én becsületesen beírtam minden. Nem tudtam, hogy kíváncsiak privát. Mondták az önkormányzat, ma legalább csatolj már benne egy privát dokumentumot, kicsit nyomozzuk már le őket. És fényképeket is küldjön át, legyen kedves. Hát figyelj, én ma bemegyek az önkormányzathoz. Nyilván nem fogadnak ez a megszólás. Na. Után mindegy, bemegyek, mi tudod, amikor jött a süsűbe a kis őzi, jött a hadsereg, és záródnak be az ablakok, tudod, húzzák be a zsalukat, készül. Is, meg nem, sokkal barátságosabb kell lenni. A polgármester úr most kiajtott el magát. Marika, friss kávét! Gyerekek! És akkor ez csak a garázs után? Ez a garázs után van, igen. Garázs. De mondom, ha be tudod bizonyítani, hogy ott lakik valaki. A garázsban. Uh-huh. A garázsban. Anyósom örülne. Hát akkor tényleg. Megúsztad. Megmondom, mama jöjjön át, csinálunk egy fotót, feküdjön már le a kőre. Persze. Alá teszek egy párnát, és ott az olajfoltos garázsba kicsit lefektetem a mamát. Hm? Nem ész a földhivatalba, kikéred a papírt, hogy ott már pedig lakás céljára használjátok, kész. Megúsztad. Hát most az a baj, hogy más meg azt írja, hogy a lakás hasznos alapterületére kell fizetni, hogy nem csak a garázs. Azért ezt sűnyen el, képzeljük az önkormányzat építményadó, kedves tóték. Ott laknak? Nem. Kovácsik? Nem. És mert az önkormányzatnak visszajön, hogy senki nem lakik a saját házában, minek az ott laknak? Dehogy lakunk. De nem, hát azért ezen bonyolultabb kell, hogy legyen. Nem, azt mondják, hogy amiben laknak, tehát effektíve laksz benne, arra nem fizetsz. Hanem arra fizetsz olyan épület, amiben nem laksz. Hát az nagy biznisz lenne az önkormányzatnak. 100 helyen laknak, 2 még mindig nem tudom, gyümölcsös megfészer. De mindenki fizet, mi te is fizetsz, Jani, hát te is olyan házban önkormányzatokon be, tehát az önkormányzatok döntenek. Igen. Tehát vagy kommunális adót veszed, tehát ő dönti el, hogy milyen formában szedi be. 2 vagy 3 aha, fajta van. Egyébként akkor a hasznos alapterület után fizetsz? Ezek szerint? Így van. Így van, hogyha állandóra bejelentett lakos vagy, akkor lehet kedvezményt kérni, aha, de kell fizetni. Ja, akkor jöjjenek ki és nézzék meg. Hogy nem lakunk ott. És egy kis vircsacot rendezel. Ennek sincs sem értelme, ennek sincs. Ez se hasznos, ez se. Ezt mire használjuk? Semmire, nem? Itt állnak üresen ezek a szobák. De Balázs, ne arra gudjon, az ott egy babány. Mit babány? Nem használunk babány, de Balázs, az ott egy rugtalózó. Balázs, az ott egy nem tudom, egy tányérre. Már mondtam, hogy most ne zuhanyozzon. Ezt se használjuk semmire. Igen, de valaki ül a budit. Nem használjuk a budit. Aha. Egyébként, ha hulladékos adót nem fizeted be, akkor mi a retorzió? Nem viszik el a szemetet. Uh-huh. Ha ezt nem fizeted be, mi történik? Itt a megoldás. Na? Elveszik a házat. Hogy viszi el? Elvontatják. Nem viszi. Itt a rafinéria. Fölrakja a tréler, elvontatják. Itt a rafinéria, rátáblázzak a telekkönyvről azt annyi. Azt eléri azt az összeget, akkor költöztök. Hát milyen okos vagy? Hát nem fizeted a gépjárműadót? Elveszik. Nagyon elveszik. Jó. Nem fizeted a szemetet? Nem viszik nem. El. Na? Nem fizeted az építményről? Elviszik a házat. Hogy vinnék el? Hova viszed? A tiéd? Azt nem tudom megcsinálni, hogy az egészet befuttatod valamilyen kúszónövény, és azt mondjátok, hogy ez csak komposzt. Csak rohadt csak nagy. Bent meleg van, azért járunk be. Na jó, gyerekek, nem, természetesen az adózási jogszabályok alól senki nem kivétel, én sem, de ezt meg akartam veletek osztani, és gondolkozzunk még el azon, hogy hát ne adjunk ötleteket. Nem lakás, gyerekek, de most megint meg ilyen hülyék vagyunk, hát ez nem egy ház. Az egy obszervatórium. Hát ott a Magyarország tényleg legnagyobb távcsöve. Ott a látja a pinyóban. Gyerekem. Jöhetnek gyerekek, Planetárium 2. Ennyi. Figyeljük az eget, műsort. Az eredeti csomagolás meg ez a két födém egy picit bezavar, de egyébként... Oké, okay, csak vigyázzatok, arra lehet, hogy van egy másik adó, nem? Hogy obszervatórium? Mi adítjuk? 8-szoros tétel. Találtam egy olyan kitétel egyébként tegnap esem, amikor utána néztem, hogy kivéve, ha a kivételt képez a fizetés, ha nevelés célra használják az épületet.
gyerekcsoport. Hát ott a két gyerek. Melyik kezed volt? Üvöltesz a gyerekkel, már is megvan. Jön a polgármester, Viki, kezd el üvölteni. Kezd el üvölteni, itt a polgármester, igen. Hova mész te, bűnöskölök? Neveljük a gyereket? Neveljük. Ennyi. Hát nem? Meg is vagytok. Na jó van. Drága hallgatók, ötleteljünk kicsit, jó? Adjunk ötletet, hogy ha ti lennétek döntéshozók, ki milyen olyan nem létező adónemet vetne még ki, amiből szerinte nagy jövedelem lenne. Engedjük el a fantáziánkat, szabadon lehet választani, tényleg bármit megadóztathatunk. Ugye, aminek jelen pillanatban nyilván nincs értelme, és nem is adunk vele valódi ötletet, ki mit? Szívesen a szomszédot, mert baromi sokat tüzel, szívesen a szomszédot, mert begyűjt egy ilyen kormos kazánba, és ömlik a kéményéből a füst, a zajadót. Cipőméret, mert sokkal jobban elnézte a köztereket. Húzzál már, miért engem cseszik az ki mit, jó? Tehát mi olyan adó van, amiből szerintetek sokat lehetne behozni? Nézzük meg játékos formában ezt a dolgot, vagy azért, mert a szomszéd csinálja, vagy azért, mert irritál benneteket, vagy szerintetek nagy kassa lenne, ha mondjuk ezt irális módon értelemszerűen bevezetnék. A diktafonokat, meg a tartalék elemeket. Írjuk, jó? Nyilván irális dolgokat várunk, jó? SMS számunk 06-745-0000, jövünk Ákos híre után. 3.80 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az adózásról beszélgetünk könnyedebb, viccesebb formában, ahogy az egyébként tőlünk megszokott. Nagyon komolykodni nem akarunk természetesen, viszont arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk, hogyha játszunk el azzal a gondolattal, hogy ők lennének mondjuk döntéshozók, és azt kérné tőlük a főnökük, hogy holnapra le kell tenni egy új adózási jogszabályt, mi szerint valamit meg kell adóztatni. Majd nézzük meg, hogy mennyire élelmesek a hallgatóink, és ők ha dönthetnének erről, akkor mire vetnének ki adót. Nyilván elvetemült ötletek jönnek, tehát attól senki ne féljen, hogy mi ezáltal ötleteket adunk, vagy legalábbis, ha ezt meglátjuk, nem sokára levédetjük, nem? Vagy mindegyiket levédetjük, és akkor legalább kérünk egy kis pénzt, hogy ez a mi ötletünk volt, de bevételt, nem. Bevételt szeretnénk belőle generálni, tehát hogyha lesz belőle valami, bevezetik azt az adóformát, akkor azután szeretnénk kapni mondjuk egy ilyen sikerdíjat, viszont azután a sikerdíj után mi is fogunk majd adózni. Értitek, tehát egy dupla csavaros, egy dupla csavar. Sok csavar van benne, igen. De jó, abszolút. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy amit javasolnék, és tutira nagy kasza lenne, ha sokat szövegelsz az előző adó miatt, te fizeted a hangadót, írja valaki. Hát, én a kutyákra, akkor azonnal fizetnék. Én a kutyákra vetnék ki azonnal VAU adót. A szomszédnál nem tudom, mikor alszanak a kutyák, de éjjel-nappal megállás nélkül ugatnak. Fizetnem kell! De mennyivel csöndesebb környékek lennének, ha kutyaadóztatást bevezetnék, nem? Senki nem merné ugatatni a kutyát, Kriszti küldte nekünk. Testsúly adó, normál BMI index felett egyszerre szorzóval. Mindenki húzzon a francba, tehát az előbb jöttetek a nagy lábbal, most a túlsúlyadó, majd nyilván a dohányzási adó van, meg a levegőfogyasztási adó, mivel én nagy vagyok, ezért nyilván több szívsz. Levegő. Aha. Igen. Fűnyíró adót szívesen bevezetném, aki hétvégén használja, annak nem csak adózni kellene, azt meg is büntetném. Ezt Eddi küldte nekünk. Én egy adótól félek, a lankadótól. Jó, köszönjük szépen, Krisztián küldte nekünk. Csak simán szomszéd adó, szomszédja mindenkinek van. Egyébként ez egy nagyon szellemes ötlet. De bocsánat, ha én befizetem rád, akkor semmi. Te is fizetsz. Persze, rám? Mindenki befizeti, mindenki, akinek mindenki van. Ez egy után. Nagyon jó ötlet. Egyébként ez tényleg szellemes. Szomszéd adó. Jóisten. Kibújni nem tud, viszont a szomszédod is befizeti rád, te is többszörösen fizeted a másikra. Ez egy jó ötlet, szomszédadó. Nagyon jó. Mindenki, igen, mindenki sarokházat akarna venni. Igen. Csak kettő van. Szomszédadó, jó. Azt mondja, hogy életkor után is lehetne adóztatni, praktikus, mert anélkül is emelkedik évente, hogy módosítanának rajta. Ez Krisz küldte nekünk, nagyon okos íze. Igen. Házi kedvenc adókutya, macska, én valóban bevezetném, írja Ákim. Úristen, Ákim, nehogy a napba kerüljön, mert ő tényleg bevezetni. A Dityán házi kedvenc, tehát ahány kutyád, ahány macskád van, azután annyi fizet. Ezres. Jó, de ezt le tudod tagadni. Érted? Ki jönnek, megnézik. Faj, rohadt dög, takarodjál innen, és belerúgsz a macskád. A lábamhoz már. Ez egyszer mondtam már, hogy vigyétek ide rá. Csak bejött az utcára, uram, ez egy nagyon drága perzsa macska, ez nem él az utcán. Szem, menj innen! Hogy hívják, Rexi? Vagy honnan tudja? Igen. Azt mondja, hogy adófizetők adója. Aki sok adót fizet, fizessen még többet, írja nekünk. Erdőt köszönjük szépen. Autósoknak rovaradó. Nagyon szellemes. De az ugye... út végén megszámolnák, hogy hány rovart ütöttél el, ahány bogár kenődik fel az autó, annyiszor 5 forint. És ez honnan fog hiányozni? Európa árbevételénél többet kasszálnánk, írja az valaki. Az ökoszisztémából, Feri. Igen. Van egy nagyon jó, megint egy nagyon jó csavar. Vérnyomás adó, ha emelkedik,
a vérnyomásod, akkor emelkedik az adóvíz, ahogy megtudod az összeget, azonnal emelkedik a vérnyomásod. Mekkora az összeg? Istenem, már 50 jó. Legjobb van. Na, igen, vérnyomásod szellemes. Azt mondja, hogy én a szellőikre vetnék híradót. Köszönjük szépen. Jézusom. Pelenka használati adó, gyerekek, nagyon jó. Uh-huh. Na, az most miért? Az mivel magyarázod a pelenka adót? Micsoda brutális környezetszennyezés. Gondold el, régen egyszer kimostad, újra használtad. Ma már, ugye, hát csak nekünk a kis Norbi. Mert hogy tegnap voltunk orvosnál, hát és mondtam, hogy Sebestyén Norbert, és rájöttem, mint azt láttam Sebestyén Norbert. Rögtem. Fura a saját gyerekedet máshogy látni Sebestyén Norbert. Tehát a kis Norbi, most gondold el. Tehát azt még egyébként érteném is. Más, hogy tudod mérni, vagy szankcionálni, de azért hát a pelenka nem. A pelenka árában, nem? Az én környezetterhelési díj nincs benne? Hát miért akkor az élelmiszer szerintem árába is adózol, és mégis utána? Tessék, a csomagolás, igen. De akkor legyen már egy másik adó, nem is, ami szintén ehhez kapcsolódik, az a kakkadó. A környezeti terhelés miatt, érted? Kakkadó. Hát a csatornázási díjban azt befizeted. Jó, és önkéntes bevallás, vagy jönnek persze, és megnézik? Vagy van testsúlykontroll, vagy hogy? Tehát, hogy önkéntesen vallod be, hogy te nem eszel elég rostosat, vagy te ki az, aki beírja, hogy sokat tud? Kicsi fiam, a gyermekkorodban elkövetett súlyos problémák, súlyos dolgok miatt, ugye nem mehetsz főiskolára egyetre, azt már elköltöttük azt a pénzt, amit erre szántunk, rengeteg kakkadót fizettünk után. Azok a jó adónemek, amik öngerjesztőek, tehát amivel egy ördögi körbe kerülsz, mint tényleg a vérnyomásadó, tehát azok tényleg nagyon jók, vagy a szomszéd adó, ez nagyon jó. A búskomorság adó, ezt figyeld, milyen szellemes hallgató, az nagy kasza. Aki bús, keserű vagy komor, azt megadóztatják. De mivel megadóztatják, így még jobban búskomorrá válik a delikvens. Ez egy öngerjesztő folyamat, ezáltal működne Magyarországon. És van komorság mérő, és minél komorabb, vagy annál többet kell fizetni. Viszont annál nagyobb az összeg, és annál komorabb vagy. Ez nagyon szellemes egyébként, igen. Hát a levegővétel az ugye nagy közhely, és van még anti-SMS-e a focistáknak rangadó. Na. Jó, köszönjük szépen. Na, hát ezek az új ötletek. Az öngerjesztő adózási nemek azok egyébként valóban szellemesek, amikor úgy generálódik az összeg, hogy egyébként nem is nagyon. Cukorszint, vérnyomás, és mi volt még a elkomorulás? A komorsági adó, igen. Nagy meladó. Mindig begörcsöl a nyakam, ha a szomszéd az, hogy napozik. De ilyen nem csak a mesében, hogy kifekszik a szomszédod, és brutális mellei vannak, és ott leselkedsz a kerítésre. Ilyen jeleneteket mindig a filmekben látok. Tehát ilyen van valójában, hogy brutális a szomszédod? Van, nem mindenkinek. Ebből csinálunk egy témát. Nem mindenkinek te vagy a szomszédja, hogy te feküdj ki félmeztelenül tegnap délután. Mikor olyan melleim vannak, hogy te is jönnél kukolni. Ott állnál a kerítésnél. Na játsszunk egyet, jó? Itt van már is a játékosunk, Óven bácsival és Beru nénivel. Játsszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Hú, micsoda komolyság! Olga! Hello, Olga! Sziasztok! Olga, te szereted a nevedet? Hát az Olgát kevésbé. Ezt a vezetéknevemet jobban. Mi a vezetékneved? Eper. Eper Olga! Eper Olga! Te aranyos! Így hívnak, hogy Eper Olga. Így. Ez érdekes. Picit arrébb tudsz jönni a rádiótól? Már arrébb jöttem, igen, már arrébb jöttem. És akkor inkább Epernek hivatod magad? Tehát mindenki Eper vagy Eperkinek hív? Samóta Eperke, igen, szokták. Uh-huh. De nem gondoltál még átkeresztelésre, hogy átkereszteled magad? Az Epert? Nem, hát az nem. Olgát, hogy mit tudom nem, én. Nem, hát azért ennyi éve így élek, most már így marad. Igen, az Epert az furcsa lenne. Jó, hogy nem készítettem változtatni a vezetékmenet az Epert, mire? Ringló. Igen. Ja. Figyelj, Olga, ez az arrébb menetel, ez nem annyira sikerült. Jó, már is megyek. Minél távolabb a rádiótól. Vagy kapcsolt ki a rádiót, hogy halkítsák le, akik hallgatják. Ha viszed magaddal a rádiót, akkor mindegy, hogy mit csinálsz. Akkor de nem nagyon... hoztam magammal, most már régen vagyok. Ott. Most jó vagy. Most jó, most jó vagy. Na. Hallgatom. Még mindig nem vagy jó. No. Figyelj, csináljuk úgy, hogy... már le azt a rádiót, akik ott állnak mellettem, mert nyilván azért üvölt, mert hallgatni akarják a többiek. Ja, vagy gyere arrébb úgy, hogy már ne lásd a rádiót. Látod nem még? Nem látom, nem, már rég kijöttem, mert nem látom. Csukd be a szemed. Vagy bár, hogy nyisd ki. Igen. Ne csaj, nyisd ki. Igen. Úgy. Jó. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Mert ez szinte megmondhatatlan. Mutatjuk az éneket, zuhanyoznak lehet, igen, figyelj!
Jézus Mária. Azok a szép napok. Kérem? Most nosztalgiázol, vagy játszol? Nem tudom, ez nagyon-nagyon nem tudom. Még egyszer, ha lehetne. Megláttad egy kollégádat, és ezt neki mondtad? Vagy ez mi történt? Nem. Na figyelj, mutatjuk. A büdös életben nem fogsz rájönni, Olga. Külföldi? Szerintem se. Külföldi. Akkor így lehetne egy kicsit hosszabbat. Bá, amennyit akarsz. Figyelj. Hát akkor ez rosszul van írva, ez nem az. Ja tényleg. Éj, de szép, és én azt mondtam, nem fogtok rájönni, de ügyesek vagytok, tényleg. Köszönjük szépen. Hát mennyire nem hasonlít a dal ahhoz, amit az előbb hallottunk. Igen. Na mindegy, aki ügyes. Igen, ki volt az? Kolléganőm. Hogy hívják? Krisztina. Tényleg ügyes volt, ez nehéz volt, tehát az eredeti az jó. De hát ő mindent ismer. Vigyázzatok, bomba! Ez mi a... Lehúztuk a fejünket, mi is. Ja, nem csak most jöttünk rá, Olga, hogy a teáskannát hallottuk egyébként, most jött be, mint ja. Az effekt. Kicsit csúszik az effekt, igen. Uh-huh. Jól van. Olga, küldjük nektek. Kivettük. Köszönjük a... Szépen. Valamit kivettünk, hát, nem? Igen, mert hát a bögrét. Részletet adtunk. Hát a bögrét. A bögrét nem kivettük. Nem baj, nem baj. Jó. Így is jó. Örülsz? Köszönjük. Igen. Mit csinálsz egyébként? Ezt nem is mondtad, mivel foglalkozom. Varrodát vezetek. Vezetsz egy varrodát? Hogy lehet egy varrodát vezetni? Nincs is rajta kormány. Hogy a fasz? Néha jó az, hogyha nincs rajta. Jó. Hát hogy? Hát kell egy vezető mindenhova. Ez amit a vezető óvónő, hogy már inkább adminisztrál, és nem var? Nem, tehát... nem. Mi nem, koordinál minden. Tehát te ülsz elől, és utána csinálják a mozdulatsort. Nem, ülök elől. Valamikor hátul ülök. Na, hátul ülsz. Jól van, Olga, csak humorizálunk. Küldjük az ajándékcsomagot, ügyesek vagytok, jó? Köszönjük szépen. Puci. Ciao. Hello. Na jól van, gyerekek. 4 perc van pontosan, 8 óra, jövünk Ákos hírei után. FM-en. 8 óra múlt 11 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk a kedreggel. Gyereke, kedva? Kedreggel. Úgy tűnik. Kedreggel van, így van. Vannak friss közlekedési híreink. Azt mondja, hogy a 4-esen Szolnok-Abonyi kereszteződésében 60-as tábla és mérnek a rendőrautóból. Ezt Andi küldött neked. Balázs Gaga küldött már köszönőlevelet, hogy itt játszod a rádióban. Gyerekek, be volt szerkesztve, nem mit tettük hát. Be. Tehát, itt van Gaga, lejátszuk, ez a Bad Romance, nem. Szóval én kedvelem, vagy régebben kedveltem, igazából már halálosan nem érdekel. De szakítottunk, igen, kirúgtam. De hogy nem mit tesszük be, csak vannak zenék, amik hozzánk köthetőek, de nem, abszolút nem. Nem én tettem be. Hát mi futtattuk be, hát most ennyi, hát most na. Hát srácok, most mondjuk ki, hát most mit szerénkedünk. Hát, igen. Érted. Nyáradon van egy... Trafipax. Így van, ezt Kis Hans... Egy polgármesteri hivatal, egy kocsma. Kis Hans küldte nekünk, valamint a 6-os bevezetőn a Fonó utca előtt. Mérnek a rendében őrei. Laci üzeni. Aztán Zala-Szentgyörgyön a Zala lövőről érkezőket. Drága fényképekkel sokkolják. Rája üzente nekünk, és történt egy baleset a Petőfi híd, Budai híd főjénél Pest irányában. Nem nagyon halad a sor, amiatt a dugó, ott is mindenki menjen lassan. Köszönjük szépen. Gyerekek, ez milyen durva, hogy a Kuki pilóta lett, ugye mondjuk el azok kedvéért, akik nem tudják, hogy ki az a Kuki, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri, hiszen az a rádió, ahol dolgozik, az nem országos, tehát nem, ő azért egy bejáratott arc a rádió szakmában, meg azoknak, akik mondjuk Budapesten és környékén hallgatnak rádiót. Kuki egy rádiós műsorvezető, és olvastam vele egy cikket, hogy ami 8 vagy 10 éven keresztül tanulta, hogy végül is a polgári légi közlekedésben ő utasszállító repülőt vezethessen, és valami horror összeget is kifizetett, ugye nyilván ugye folyamatos tanfolyam, meteorológia, GPS tájékozódása, több minden, ugye mindig minden tanfolyamot el kell végezni. Hát és a de szolárium, hogy... amiben befizetett, az mennyibe kerülhetett. Igen. Most látom a tévében. Igen, jó színe van, de hogy milyen durva, hogy 8 év után valaki pilóta lesz, nem? Ez hihetetlen. Ráadásul úgy, hogy ugye jövőre már nem repülhet a kora miatt. Megérte. Igen.
De nem tényleg, ez olyan, hogy ilyen kitartóan végigcsinálod, és repülsz 8 vagy 10 évig, mire te egyébként a polgári légiközlekedésben részt vehetsz, és utasszállítót vezethetsz. Hát azért ez egy nagyon nagy dolog. Lépcsős sztori van, tehát először megtanulsz egy ilyen kis kétszemélyesen, akkor 8. Először a budaörs repülőtéren szaladsz a gyepen, és csapkodsz a kezeiddel. Igen. Ez az első. Nem, úgy indulsz, hogy az első órában brummogsz felé. Jó, megy a brummogás, akkor utána eljátszod a légcsavar. Szaladsz, tehát amit a Jani mondott, hogy ugrott egyet az időben, mert az harmadik óra szaladás. Nagyon tehetségeseknél már lehet. Igen, a második óra után már szaladhatsz, első az mindenkinek a brummogás. Tehát úgy indul, így indul. Nem. Hát ha nagyon tehetséges vagy, akkor egy 747-essel kezdés, és zsabból jössz visszafelé, és az utolsó vizsgád a kétüléses. Aha. Tehát máshogy nem tudom elképzelni, mint hogy két, persze. Tehát ugye repülési órák számítanak, meg hát különböző szakszolgálati engedélyeket kapsz képesítések alapján, tehát éjszakai repülés, látási viszonyok mondjuk úgy, hogy semmit nem látsz, vakkor repülés, ezek mind különböző tanfolyamban elsajátítatok, és akkor mész egyre jobban följebb és följebb. Meteorológia, tájékozódás, rengeteg minden van. A vakkor repülés egyébként neked menne, Feri. Azt sem, fél szemüveg levesz, hadd szóljon gyerekek! Fiam, csak nincs semmi. Én úgy szeretem, amikor így öklözzük egymást gyomrosan, hogy teljesen váratlan Feri neked, vakkor repülés menne. De most egyébként... Én úgy is vezetek. Hát egy fejlődési fokozat lenne. Hát, hogy átugrani egy csomó fejlődési fokozatot, ha érted, ami másnak egy ilyen nehezített pálya, az neked természetes. Ja, a fürdőszobában se találok is szemüveg nélkül, úgyhogy... De fönt azért biztonságosabb, kevesebben jönnek szembe. Szóval nagyon komoly, 8 év van mögötte, és most elmegy pilótának? Vagy mi van vele? Hát, ez egy jó kérdés. Én szeretném a Kukit majd egyébként holnap felhívni, hogy beszélj már erről nekünk egy kicsit, hogy valaki egyébként szereti azt, amit csinál. Egy gyerek, Kuki, gyerek, Kuki, gyerek. Jó, mondjuk én minden reggel feljövöm a Kukit. Nekem majd, amikor nem is kell neki szólni, feljön magától. Jó, hát de érted, egy potás 45-ös vagy, aki még fél órával előébred a kis izé, bronzonőrmester, érted? Nekem már úgy kell felhívni a Kukit. Repíts. Szóval, hogy ez egyébként tényleg hogy van, hogy te mondjuk rádiós műsorvezető vagy, ő innentől kezdve repülhet. Azt olvastam, hogy ő most küldözgeti az önéletrajzát, de ugye hát lehet, hogy is egy ilyen ördögi körben van, hogy mit tudom én, a felvétel feltétele 3 év szakmai gyakorlat, vagy 3 év eltöltött repülési gyakorlat sose szerzed meg, ha nem repülhetsz. Tehát, hogy ez egy nehéz dolog. De lehet, hogy ő aztán egyszer csak leteszi a mikrofont, és elkezd repülni. Hát lehet, hogy vagy mész egy fapadosra, és ez csak a Kuki lesz a pilóta, és beleszól. Na, nem egy szerencsét. Na, ez a baj. Uraim, sok szeretetek. Köszönöm, önök is meghallott, hogy a Kuki vezeti a gépet. És hallod? Air France? Nem a vízre vettünk egy? Egyébként én megmondom őszintén, hogy rettenetesen tisztelem az olyan embereket, akik mondjuk, hogy főállás mellett egy ilyen nagyon komoly szakmát, ami gyakorlatilag szintén egy főállásnak felelne meg, el tudnak sajátítani. Hát ugye tudjuk, hogy a sztárok világából is, mondjuk a John Travolta, vagy az Iron Maiden énekese Bruce Dickinson is szintén vezetnek utasszállító repülőgépet. És a sajátjukat és ráadásul. Hát részben a sajátjukat. Hát a Travolta a saját 747-esét vezeti. Úgy, hogy a ház mellett van egy leszállópálya, ha baj lenne. Az nem csak legenda? Tényleg ott van egy leszállópálya? Tényleg ott van. Építetett magának a háza mellé egy hivatalos 747-eseket is kiszolgáló leszállópályát. Mert most miért hogy ő milyen csekket kap az önkormányzattól. Ott milyen építményadó van, mi? Sírok én itt az építményadó, mert amikor megkapja, érted? Nézd meg a Travoltáit. Megkapja a telekadót, érted? Hát mert most a nagy reptér az mitén van tőle 50 kilométerre. Hát te bejárnál, mikor van saját repülőgéped. Most az az aszfaltcsik, meg egy meteorológiai állomás, meg egy irányító központ csak elfér a kertben. Úgy van, hogy az a rész, ahol ő lakik, az, ott van egy repülőtér, és ő meghosszabbította a kifutópályát. Na azért mondom, a házáig. Na így ez. Jó, de ez 30 kilométer. Ja, úgy igen, az is igaz. Hogy építesz egy külön repteret, azért az nagyon meleg. Az, hogy egy repteret behúzol magadhoz, és meghosszabbítod, az jogos. Meg hát ahhoz, hogy azért egy 747-esen leszálljál, ahhoz azért kiszolgáló személyzet, lent kell, hogy legyenek, tehát azért az, hogy a házad mellé fölhúzol egy ilyen focipályát, azt leöntöd betonnal, és oda leszállsz, azért ez kicsit irreálisnak tűnik. De nagyon vicces, ahogy a másoknak tényleg az autó áll a ház mellett, ott neki egy repülőgép, egy hatalmas utasszállító. Láttam róla egy fotósorozatot, megdöbbentő. Jó, de azért a belvárosban mész, te ugyanúgy beül az autóba. Nem keres egy parkolót. Egy órája repülök, nem tudok leszállni Beverly-sz belvárosában. De azért ő nem, tehát hogy hiába persze repülni, azért a 747-essel azért így nem ugrasz el mondjuk a helyi kis közérbe. Nem. De nagyon menő lehet, hogy felszállsz a saját gépedre. Nem adod oda a Londinernek a kulcsot, hogy tankolja meg, legyen szíves. Ugye, hát most ugye Harrison Ford zuhant le, ugye a napokban. És hál' Isten túlélte, nagyon sok mém jelent meg az interneten azonnal, hogy Csubakka várja a kórházban, meg olyanokat láttam, hogy Csubi ül a kórházban, és várja Han Solo-t, hogy
hogy eltiltotta a felesége. Hát ott állított. Eltiltotta a fel, azt mondta, hogy jó, oké, okay, 72 éves vagy, rengeteg baleseted volt, szerencs, hogy épségben kiszállt, nem repülsz többet. Mert ő is mániákosan repül, van nem tudom, hány repülője, ilyen második világháborús repülőket gyűjt. Elfér a garázsba. Más léptékkel gondolkodnak azért a fiúk, nem? Igen, 6-8 nem repülője ugye? Van, saját hangár, tehát nagyon durva. Mondjad? Hogy állítólag az van, én nem láttam a videót a leesésről, mert az leszállásnak indult, hogy a fél világ azon röhög, hogy valamit elszúrt a csávó. Én ti se láttátok? Hát a félvilág olyan rossz indulat, hogy meg azt olvastam pont, hogy lakott területen kívülre vitte a gépet, aha, és egy golfpályán, vagy nem tudom, hol tette le, hogy nehogy civilek veszélyben legyenek, és hogy micsoda manőver, hogy ő ezt meg tudta tenni. Aha, akkor csak két külön olvasat. Mert én csak egy ilyen kommentet olvastam, vagy valamilyen cikket, hogy mindenki ezen röhög most. Hogy valamit hogy, bénázott igen, az öreg? Igen, hogy elszúrta. Kicsit elszúrta a dolgot, de akkor ezek szerint meg egy hős. Én azt olvastam, hogy ki lavírozta a gépet, igen. Igen. Igen, hát lehet, hogy megint egy második világháborús gépével volt fent, és látta, hogy lent a golfpályán van egy bunker, és betámadta. Igen, vagy be akarta vinni az X-árjunk, mert mindig azt mondta, hogy forgatnak, persze. És gondolta, hogy be tud bombázni a reaktorba. De igen. Egyébként konkrétan egy második világháborús gépével zuhant rá. Tehát, hogy az egy kis repülőgép volt, egy vadászgép volt, amivel ő lezuhant. Megbízhatatlan régi vacak, tessék. Azért az gyerekek nagyon menő, hogy fölkelsz reggel, jó az idő, és kimész repülni egyet. Szóval azért nem, hogy azért az nem jó, hogy az olyan szabadság érzeted adhat, hogy fölszállsz a magadura, vagy repülsz, és azért Amerikában más távolságok vannak, tehát itt 20 percig nem figyelsz oda, azt leszed a szlovák lézét. Kicsit túlrepültél, tudod, és már hirtelen nem jelentkezel be. Ott Amerikában még repülsz egyet, leadod a repülési útvonalat, és azt mondod, hogy még Los Angelesbe laksz, még átrepülnél Vegasba. Autóval az még 5 óra. Egy és óra, repülsz egy órát, egy óra és leszállsz Vegasban, eltöltesz egy jó hétvégét, és visszajössz. Tehát, nyilván Magyarországon is megteheted, hogy lerepülsz mondjuk Horvátországba. Tehát ugyanúgy, beadod a repülésengedély, útvonal, leeng, engedélyeztetett, felszállsz, leszállsz, tehát csinálnak ilyet nagyon sokan, mármint úgy, hogy te turista vagy, és téged elvisznek. De amikor a saját magad ura vagy, beülsz egy gépbe, és repülsz egy órát, és leszállsz valahol, ott iszol egy kávét, és visszarepülsz. Egy ilyen kis repülőre mennyi idő alatt lehet megszerezni a papírt? Hát attól függ, kinek, Feri. Nekem nem, mert én ugye nem látom, de hogy ma mondjuk... Hát nagyon fontos, hogy kinek. Igen, hát az Ecseri úton ott mondjuk szerintem egy 4 óra alatt. Mert arra gondoltam... Csak viszonylag bajban vagy a kokpitben, amikor vizsgáztatnak. De ott nagyon hamar. Márc 10, májusban mennénk roadshowra. És úgy mennék, hogy Sebestyén Balázs kapitány vinne bennünket kis repülővel. Győr, átszállnánk. Az a baj, hogy nagyon-nagyon komoly koncentrációt igényel. Meg hát a fokozatokat itt sem lehet átugrani. Tehát az lenne valószínűleg, hogy már telefonál ránk a légügyi hatóság, a promóció, hogy mi mit csináltok. Hát itt ülünk a Balázséknál a vitorlázó repülőjükben, én csak segítek, hogy felhúzzom minket, hallod? Tudod. Itt a Go B2 jelentkez. De mi beültetnélek benneteket egy kétüléses vitorlázó repülőjébe, elől nem vennétek ezt, hogy nem ül senki, csőlővel felhúzhatnának benneteket, és onnan nézzetek ki, az a kicsi pont, látod, az vagyok én, Zsolt. Mindig ti meg egyedül egy vitorlázó repülővel próbálnátok csőlőzés után lejönni. Autóval felhúzhatnál. Tessék? Autóval fel lehet húzni. Autóval elvileg fel tudlak téged húzni, igen. Hát azért van a budaörsi reptéren, és ugye csörlőznek, vagy a Farkashegyi reptéren, ott egy csörlő megy, tök olcsó árammal működik, vagy benzinnel, nem tudom, lehet, hogy benzinmotor hajtja, és csörlővel felhúzzák a vitorlás repülőket. És rákötik a csörlőt, és nem kell minden egyes felszálláshoz még egy gépet izítani, és visszajön ejtőernyővel a csörlő, ezt visszahúzzák, rákötik, meg is megint csörlő. Szerintem az menő lenne egyébként, itt le tudnál szállni mindig itt az Üllői úti pályának a gyepén, Viki reggelte felhúzna a roverrel, és egy vitorlázó repülőgépen azért, ez itt Magyarországon azért nagyon-nagyon úri dolog, tehát hogy azért ezt itt kevesen engedhetik meg magukat, de Amerikában nagyon sokan repkednek, tehát tényleg nagyon sok milliómos van, nagyon sok világsztár van, aki azért így repül, azért az biztos jó dolog. Engem soha nem vonzott, hogy repüljek, de azért az egy baromi jó dolog lehet, nem? Vagy felszállsz, repülsz egy órát, és utána leszállsz valahol. És akkor mi van? Megnézted hát semmi, földet, földet? Nem, az, hogy van egy olyan képességed, vagy tanultál valamit, amit azért viszonylag, engem mindig érdekeltek az ilyen dolgok, valami olyan képesítést tanulsz meg, amit azért viszonylag kevesebben tudnak a világon, és van valami olyan a birtokodban, amit azért nem minden ember tud. Engem mindig érdekeltek az ilyen fajta. Hát az nekem is megvannak a határaim. Tehát azért egy órát repülni mondjuk egy dupla szárnyúval, dupla fedelese, vagy az atomfizika. De van egy olyan képességed, amit viszonylag kevesen tudnak azért, vagy kevesebben, és mondjuk elviszed a barátaidat, és repültök egyet. Hát azért ez egy jó.
Ez egy jó dolog. Hát igen, csak nem egy szokatlan, vagy nem egy megszokott közlekedési eszköz. Ez valóban így van. Hogy azért szerintem Bessenyi Péter talán elmondhatja magáról azt, hogy időnként kiruccan ide-oda-amoda a kis rancsáról, farmjáról repülőgépével, de igazából azt kellene, hogy mind a hármunknak olyat választani, hogy illik a személyiséghez, meg ami szimpatikus lenne a számára. Nem is ennyit, nem egy turkálót, vagy mire hát gondolsz? Nem, hanem hogy tűz egy izével, nem, mert most a közlekedésről beszélgetek. Használt rókereskedés már nagyon sok van. Ja, hogy olyan közlekedés. Na, akkor mi lenne, tessék? Ki mit csinálna, közlekedjünk akkor? Hát te jönnél a repülőgépeddel. Igen, az nagyon szimpatikus lenné, megérkezik a rócsóra repülővel. Egyetlen, de ezzel a kerékpárral hajtott, tudod, az ízével a régével. Hát nem tudom. Én megtanulnék vezetni, és tungesütsz 3-as rohamlöveget, és Lőrincről bejönnék mindig. Nem, te szétlőnél mindenkit az a baj idáig. Az a baj, baromi drága tanfolyam, meg utána fenntartani, bérelni, repülni, tehát olyan horror, hogy igazából van egy képesítésed, megtanulod, ez Magyarországon nagyon szűk elitnek fenntartható azért, hogy saját géped legyen még 30 millióért, azt évente X repülési óra után, mondjuk azt te szervizeled le, X repülési után nagy szerviz, azért nincs olyan, Józsi beixeli, hogy meg volt a nagy szerviz, meg az olajcsere, tehát azért azt ott érdemes megcsináltatni. Tehát, hogy de hogy maga a képesítés, hogy van egy olyanod, amit te megtanultál és éveket szántál rá, az szerintem szenzációs. Na, Kukit felhívjuk majd, megkérdezzük, hogy fog-e repülni valamikor, abban az értelme, hogy polgári légiközlekedésen gondolkodik-e. Igen, vagy itt hagyja a rendszeres lesz, akkor valamelyikre mi is befizethetnénk egyébként. Szerintem az első 6-ra nem, mert az még biztos van indiszponáltság egy picit, de... Igen, tehát úgy érzed, a 100. után már rutinosabb lesz? Hölgyeim és uraim, községben biztos, hogy jövök. Én még nem tudom, melyik gombot nyomjam meg. Na, egy nagyon érdekes cikket olvastam, és szeretnénk annak utána járni, hogy vajon igaz lehet-e, illetve pontosabban nyilván mostanában, ha valaki olvas különböző női magazinokat, már nem azt olvasgattam, mert az interneten láttam. Jó, hagyjuk ezt, tudjuk az irányultságot. A budiba azért mindig bevizek egy-két dolgot. És arról cikkeztek, gyerekek, ez már szerintem a horror ne továbbja, hogy az anyatej felhasználásának 10 módját lehet még azon kívül, hogy te megeteted, tehát 10 féleképpen lehet felhasználni. Igaz, hogy kicsi bizarr módokon lehet ezt felhasználni, de összeszedtek olyan dolgokat, amire állítólag jó az anyatej. Mi, kiváló krémbrülét lehet belőle készíteni, vagy? Nem, én most arra gondoltam, hogy mivel, hát az egyébként főzni is lehet velem, hogy mivel nálunk otthon még van egy kicsi. Aha, te fagyasztott vagy friss? Mi lenne, ha lenne egy ilyen távtesztalárka mindennek? Már mi? Hogy felhívunk is, te elmeséled, hogy mit csináltál, de hogy érted a távteszelő? Hát, hogy otthon megcsinálom, aha, a 10-ből valamelyiket, ti eldöntitek, hogy melyiket, jó, és elmondom, hogy működik-e. De bocsánat, most te ír így vagy? Tehát mi miért nem lehetünk benne a tesztben? Tehát te miért nem hozod be a tejet, ha otthon van úgyis? Holnap szerda van, akkor szokott teszt lenni, ma kitaláljuk, holnap behozod, és mi is ki akarjuk próbálni. Uh-huh. Úgyis folytában van már az abtejem. Egy jó. A Jani úgyis csomagolás függő, hát most azért hello. De jó, bennünket ne vegyék ki a jóból. Jó. Fejsz most kicsit. És te, Viki? Ákos, ne röhög, nem rád néztem, Viki. Ákos elkezdett fejni, nem tákos, Viki. Na, mert hogy ugye mindig hallasz, én ezektől a hidegrász, hogy használd ezt erre, mert az nagyon jó. Pisíld le a csalánycsípést, mert az nagyon jó. És olyan SMS-eket várunk hallgatóinktól, már előre mondom. Aki pisíl. Az vicces. Igen, amit kipróbáltatok, baromi fogjátok nagy... Fogjátok le, fogjátok le! Igen, baromi nagy bölcsé volt, és nyilván nem működött. Tehát, hogy óriási hülyeség volt, elhittétek, kipróbáltatok, és nyilván nem. Tehát most nem konyhai praktikákra vagyunk kíváncsiak, hogy tegyél szódabikarbonát a vörösbor foltra, mert az kiszedi, hanem olyan általatok olvasott marhaságra, ami nyilván értelemszerűen nem működhet, mégis sokan kipróbálták. Tehát ilyen, hogy a gyereket csalánycsípés lesz, ott az erdőbe pisil le. De az működik, bocsánat. Tessék? Az működik. Csak elvisz a gyámhatóság. Hát én a múltkor sétáltam a gyerekkel a rámszakadéknál, furán néztek rá, mikor levizeltem. És mondták, hogy ez a valása a régi már. Ahelyett, hogy enni adnának ki. Milyen érdekes a szeretet megnyilvánulása. Hogy szeretném az a valása gyereket. Apa, ne pisíne, jó, csalánycsípés kell, az négyen küldték el a Bliknek 10 000 életed. Örültem, hogy nem. Az ügyvéd megakadályozta, hogy ezt a fotót ne hozzák le. Na, hát ott van például ugye az útifű, amiről köztudott, hogy nagyon jó az aranyérre, hogyha összesodorjátok és elhelyezitek a... Torokfájás, gyerekek, a cikk összeszedte, hogy mire jó, azt nem tudom, ki próbálta ki. A leghatékonyabb módszer az anyatej felhasználására, ha már nem kell a gyereknek, a torokfájás csökkentésére például. Ezt ismertétek? Tudtátok? Kívülről kenni, vagy... Anyatejes öblögetés. Gargalizálás. Igen, gargalizálás. Választhatok egyet, én holnapra megmondom, aha, hogy valóban így. Fáj a torkod most? Fájhat. Akarod, akkor fáj. Írja a cikk megdöbbentő módon egyébként, kontaktlencsét kell tenni az anyatejbe, vagy az anyatejre. Most nem legyen?
Nem, azt írja, hogy olyan szinten antibakteriális hatású, hogy tisztán tartja a kontaktlencsét. Hát, ha neked van otthon anyatérés kontaktlencsét, használd arra. De van kontaktlencsét? Nincs. De egy darabig próbálkoztam vele, ugye többféle van. Van a napi lencs, amit egy napi használat után el lehet dobni, és van ugye a napi használatú lencs, akkor javítok, mielőtt félrejtjük, meg van, ami ugye hosszabb távon működik, és az ahhoz van egy ilyen tisztító folyadék, ott ide kell tenned a két ujjat közé, átmosod, utána belerakod, és ez tejjel meg. És ez tejjel meg. És utána beteszi azt a szemét. Ahhoz. Várjál, sokkal durvább. Igen, hát kérdés, hogy mennyire zsíros, tehát berakod a szemedbe. Vannak anyák, ebben a cikkben azt írja, teljesen természetesen sok nő használja az anyatejet fagylalt készítésre. hogy azért az így hogy? Tehát látod, mamát hazamenni, gyerek bent fekszik az ágyban, nagyon alszik, mert éppen evett. Mama pedig fogja a kis a weidlingot. Itt a finom csöcsi fagyi. Vagy leszívja, és utána ez belerakja tebe. Tehát van, aki tényleg annyira elvetemült nagy anya, hogy házi fagylaltot készít anya tejből. Na gyerekek, ki itt, csoki, puncs, csöcs. Egy roletti tolatok bele? Tehát van vanília, van puncs, és van csöcs, vagy roletti, van extra csokoládéval? Igen, és cukorszórattal. És akkor, ha gyerekemnek fáj a torka, akkor fagyival elkészített torok, anyatejből elkészített fagyit teszek a torkára, nem egyből belespriccelem a torkába az anyatejet. És akkor kettő egy csapás, ugye felhasználtad a tejet, nem kell kidobni, édesség van belőle, meg van a torok gyógyszer. Ennyi. Menő. Következő. Komoly a cikk. Viseld magadon ékszerként. Mit? Az anyatejet. Vannak ékszerészek, akik rájöttek, hogy a tejfehérje, a kazein, az mesterségesen megszilárdítható, és vannak anyák, akik megszilárdítják a saját anyatejüket, és a nyakukba akasztják. Ez olyan, mint egy kis gyöngysor? Tehát ilyen anyatej cseppek vannak a nyakadban? És ha fáj a torkod, leszakítasz belőle és elszopogatod. Vannak anyák, megdöbbentem, akik megszilárdítják a saját anyatejüket, és belerakják a nyakukba. Az mennyire durva? De te viselnél magadon egy ilyet? Hát fura. Fura minden esetre. Abból csinálsz házassági gyűrűt magatoknak? És hát még itt írja, hogy természetes sikosító is. Egyébként. Ugyan itt tudom, hogy látok, nyikorognak az ajtók, hogy akkor lehet, hogy arra de is jó. De mindenképpen jó. És a vízőre leolvasó is panaszkodott, hogy amikor felnyitjuk az aknának a tetejét, akkor mindig erősen nyikorog, oda is lehetne. Jó, egyet mondjatok. Gyerekek, csak nálunk van még bébi, meg Ákosnál. Ákos egy komoly hírszerkesztő, ebben nem keverem bele. Melyiket akarjátok holnapra tudni? Fagyit? A nyaklánc? Szerintem a fagyit. Én a fagyit. De a fagyit nem tudjuk elkészíteni. Miért nem? Hát nem tudom, hogy kenics fagyi gépem. Akkor mi a legközelebbi cukrászdám? Jó, ha azt mondod, a fagyi legyen a fagyi. Nekem ez a folyadék, tehát az, hogy folyadék, és hogy megszilárdul rajtad, és utána pedig így medált lehet belőle csinálni. Nem, ahhoz kell az valami, hosszú idő. Ahhoz kell az hosszú idő. Csinálj, igen, hosszú idő. Mert akkor csináltunk volna egy, mit tudom én, például krumpliból kiváljunk egy B betűt, azt te felöntjük. Anyatejjel, igen, megszilárdul, és akkor egy nyakláncon hordod majd a nyakad. Ezt megcsinálom. Ezt megcsinálom. Azt olvastátok azt a rablót, aki bement a patikába egyébként, és azt mondta, hogy gyógyszertárba ment be, és megpróbálta elterelni a dolgozók figyelmét, szoptatott, és elkeseredett otthon, és szeretett volna kirabolni egy gyógyszertárat, és melszívót vásárolt a patikában, majd rájött egyébként, hogy sok pénzt hagyott ott, és vissza akarta szerezni, illetve kirabolni. A patikát fölhúzta a pulóverét, és anyatejjel arcon spriccelte. Atya úristen! És az volt a figyelem elterelésem, hogy anyatejjel arcon spriccelte a patikusokat, és amíg a patikusokat nézték jobbra, törölték ki a szeműből, 100 eurót kivett a pénztárgéből, úgyhogy később vették észre. Azért az milyen durva, nem? Most terrorista. De te miért nem tudsz összefutni egy ilyen nővel, nem? Aki egyszer így akar kirabolni. Ja, azt hittem, hogy te miért nem rabolsz így. Mert nekem sokkal hosszabb ideig tart a köpülés azért. Nem erre gondoltam. Na tessék, akkor melyik legyen? Nézzük meg, hogyha van torokfájás. Fagyi? Nem, a fagyi. Fagyi. Holnap nektek. Fagy, az le is elnyalogat. Van ez az apró kis joghurtos történet, tudjátok ezt a pici kis joghurtos dobozka, abba szépen belerakod a tejecskét. Szerintem egyébként valamit rakjál bele, mit tudom, egy kis málaszörpöt, vagy mit tudom én, ilyesmit. Picit felkevered bele ezt a nyelvpálcikát. Az is azt jó. Lehet kapni, belerakod be a mélyhűtőbe, és aztán pedig holnap behozod. Jó. Hármat. Hármat. Jó. A Sebestyén Natura Farm első csöcsfagyja.
Nagyon szívesen egyébként, nagyon szívesen. Na jó, van, szóval ilyen bizarr dolgokat lehet találni. Drága hallgatók, ti is találkoztatok hasonlóval, elsősorban háziasszonyok. És kipróbáltatok valamit, mert elhittétek az interneten, hogy az működés, és kiderült, hogy a legnagyobb marhaság, nyilván ezekből is egy csomó az, de aztán persze lehet, hogy működik. A torokfájásot kell tudom képzelni, hogy olyan hatása van, hogy mondjuk tényleg fájdalmat csillapít, de amit olvastatok, amit kipróbáltatok, és ami nem működött, küldjétek el nekünk SMS-ben, hadd csodálkozzunk rá a világ nagy dolgaira, hogy mi olyan dolgok jelennek meg, vagy hírek női magazinokban, amik aztán abszolút nem működnek. Ha valaki pedig szeretne hármasugrást játszani, jelentkezzen SMS-ben, mi pedig jövünk Ákos hírei után. FM-en. 3:49 van egészen pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, van egy-két friss közlekedési hírünk. Székesfehérváron találkoztam egy fej nélküli emberrel, megkérdeztem, hogy Fejér megye. De ráfutottam erre, gyerekek, bocs, azt hittem, hogy Székesfehérvár is közlekedés, de nem. Igen, Fejér megye, igen. Azt mondja, hogy a 4-esen a serifek most pakolnak ki a 71-es kilométernél Pest felé. TJ Hooker küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Egyébként baleset kevés van, trafi annál több. 3-as számú főúton Miskolci Szikszó között a Turuldombon Fejér Opel Korzából. Parancsolj fel. Mérik az autós sebességét. Esztergom. Isten, megint elugrott, várjatok. Azt mondja, hogy Esztergom, mi van Esztergomban? Keressük. Esztergom 6-os könél ellenőrzés. 3 rendőrcsapat egymástól függetlenül ezt Wilson küldte, és a 4-esen a Szolnok Abonyi kereszteződésében 60-as tábla van, ott is használják a mérőeszközt. Így van, Andi, drága vagy, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Mi pedig ugye az anyatej érdekes felhasználásáról beszélgettünk, és arról, hogy a háziasszonyok hányszor rászaladnak arra, hogy olvasnak valamit különböző újságokban, elhiszik, hogy egy hajpakolás, egy krém, egy arcpakolás az jól lehet, és aztán kiderül, hogy egyáltalán nem működik, hogy egyáltalán nem jó. Ugye a női magazinok, honlapok, internetes portálok tele vannak olyan helyi praktikákkal, amit aztán ha kipróbálsz, rájössz, hogy nem mindig működik. Egyébként az anyatejben tényleg van egy csomó minden, ami jó. Például orrcsepp, neki szokták ajánlani, tényleg antibakteriális hatása van. Ráhajolsz és felfröccsentenek? Nem neked, nem a babának. Ja. Nem, azért ez nem úgy, hogy ha náthás vagy, hazamész, és azért nem, hanem hogy például a babának egy pár cseppet, és az egyébként tényleg működhet. Tehát az jó lehet, nagyon sok mindent tartalmaz. Ez ugyanolyan jó, mint például, hogy ha nagyon elvernek, akkor az úzódásokra lehet mondjuk pipamocskot vagy farkasalmát. Azt az, és mind a kettő jó is. Azt mondtam már nektek, hogy a pókháló is jó sebre. Az is jó? Az a pókháló is jó, pókháló, igen. Hogyha nagyon sűrű szövésű. Persze. Vagy két pókhálót egymásra tesz. A 17 éves fiammal azt akarták a társai elhitetni, hogy kúpként használva a Dianász cukorka hamarabb és olcsóbban lerészegít, mert azonnal felszívódik. Nem, a szembe kell csöpögtetni. Elvileg, igen, de senki ne próbálja ki. Ne. A lelkére kötöttem, hogy ne próbálja ki, ezt Rika küldte nekünk. Aztán az én személyes kedvencem a banános tojásos csodahajpakolás. Csillogó szemekkel a gyönyörű haj reményében mostam le 10-szer. Egy hétig találtam apró banánmagokat a hajamban. De van, aki elhiszi, hogy a banános tojásos hajpakolás az egyébként jó, és megcsinálod? Leturmixolod magadnak valószínű, nem? Figyelj, tehát az én lehet... elhinném. Most komolyan. Tehát ezek olyan természetes anyagok, amik adott esetben még működhetnek is. Hát a gyümölcspakolás, vagy gyümölcsből készített mondjuk ilyen arcpakolásról azért hallott már az ember. Még arról is hallottunk már, hogy például az aloe vera az tökéletes a hajra. Annak idején talán nem tudom, a Rékasi Kacsitól hallottam, hogy nem tudom. De hogy ez tökéletes. Jó, de ebben egy gram sem volt az aloe verából. És mondod, hogy ha még beszervezel magad alá 10-et, akkor már nagyon jó lesz. Akkor már nagyon jó, akkor már nagyon kidő a helyet. Igen, és ugye 5-öt veszek a 6. ajánlat. Velem egyszer megpróbálták elhitetni, hogy az anyukám hamvaiból készült mesterséges gyémánt megvéd majd a rontástól. Hál' Isten, az enyém még én, írja egy hallgató. Ez tehát, mik vannak egyébként tényleg magazinokban, nem? Hogy... Egy-két évvel ezelőtti divat volt ez, hogy a szereteink hamvaiból speciális laboratóriumi körülmények között gyémántot készítettek, mesterséges gyémántot. Atya Isten. Csodaszép olyat akartam a neten, olvasott receptből sampont készítettem, szóda, bikarbóna, fűrtojás, levendula olaj. Mikor megszáradt, úgy állt a fejemen a derekig érő haja, mint a vattacukor. Fixál. Nem jött be. Írja nekünk egy hallgató. Ez a gyémánt, ha csak egy mondat, hogy akkor én lennék a kohinor ebből a testből.
Hát, maga a birodalom égköve. Egyébként az egész családnak jutna belőle. Figyelj, a tévéjáré címlapján vagy hátoldalán még évekig árulnánk belőle. A darabokat. A darabok 1000 forintért rendelhető lenne, igen. Feriből rendel meg a szerencse hozó amulettet, igen. Igen, nagy tételben üveget vágni üvegeseknek, képkeretezőknek. Pultosai elhitette velem, hogy a citrom kihozanít, mert ő is olvasta egy magazinban, kettőt ettem meg héjastól, egyáltalán nem vált be. Aztán olvastam egy női magazinban, hogyha valaki például edzeni jár, és te a filtert tesz a saját cipőjébe, akkor az felszívja a szagokat, mint azok a sprék, amikkel ugye te befújod, az ilyen dezodorálók. Te a filtert, semmit nem segített. Aha, az megvan azért otthon, hogyha a kis Kamilla te adat tömködöd a cipődbe, azért az szerencsés. Szerintem más cipőjébe rakni bent az öltözőben sokkal viccesebb. Milyen legyen? Fekete tea, zöld tea, vagy Kamilla tea? Ha nagyon büdös fekete tea, ha kevésbé, akkor Kamilla tea. De ezeket higgyetek el, hogy ezeket ilyen 60 éves, idősebb, helyes nyugdíjkiegészítő hölgyek írják, elhiszitek? A horoszkópot is, a tanácsokat is, tehát a te a filtert tegyél a büdös edzőcipőbe, ezt hihetetlen. A kincses kalendáriumban írják, és onnan veszi át a Kozmopolitan. Egyszer olvastam, hogy próbáljam ki az ecetes hagymát a fáradt szemre, mert az jót tesz, és pillanatok alatt javul a látásom. Szétégett a szemem, István küldte. Ecetet nem vagyok. Ecetes hagyma a fáradt szemre. Ezt a végeredményt azért, ha vagyunk be őszintén, nem lett volna nagyon nehéz megjósolni. Tehát, hogy ecet a szembe, azért igen. Minél erősebb, annál jobb. Ismerősem olvasta egy női magazinban, hogy az egy evőkanál étolaj jót tesz a bőrnek. Két napig hány tőle, mert félreértette. Belsőleg. De egyébként a lepisilés tényleg működik. Hogy működne már? Ne? Állítólag tényleg. A család? A családnál állítólag ez működik, aha. Igen, hogy abban van valami. De saját pisidióra, vagy jó a másé? Nem, hogy egyszerűen csak jó a másé is, tehát hogy bárki egyébként. Aha. Na. Semmi küzdöm itt a technikában. Ja, nem tudok több SMS-t nézni most ebben a pillanatban, elszállt a gépem. Jó, addig játszunk, jó? Hármas ugrást. Azt mondja, hogy Anna jelezte, hogy itt van a játékosunk, akivel már is játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok! Szia! Hello! Ádám, hello Ádám! Sziasztok! Hello, honnan hívtál minket, Ádám? Székesfehérvárról. Székesfehérvár, mit csináltok? Mi kárpitosok vagyunk egy ilyen vállalkozásnál. Kárpitosok vagytok egy vállalkozásnál. Bútorkárpit, autókárpit. Minden. Minden. Főnök már mondjad, hogy minden. Minden. Itt van a főnök is, persze, azért mondom, hogy számunk kiadható. Hogy hívják? Istvánnak hívják, munkatársamat meg Dávidnak. István a főnök? Így van. Jó főnök? Igen, maszekot vállalunk inkább. Igen, maszek vagy, tök jó, szólunk, figyelj, ha van valami, akkor szólunk mindenképpen. Rendben, köszönjük. Milyenek a kérdések, Jani? Hát nézd, Balázs. Fogalmam sincs. Hát szerintem full vihető. Vihető? Abszolút. Igen. Na figyeljetek, mehetünk? Mehetünk, igen. Várjál csak, nem. Itt van az első kérdés pasztartóit. Melyik az az erszényes állat, amely szinte kizárólag eukaliptusz levelekkel táplálkozik? Koala. Így van. Kettő, kérlek szépen, Magyarországon először a fővárosi állat és növénykertben két koala érkezett. Évi 9 millióból fog. Hát, sokba kerül, mert a friss eukaliptusz nehéz, úgy, meg ráadásul az van, hogy ez nem egy fürge állat, és így elszokott aludni. A gyerekek voltak kint hétvégén édesanyjukkal, egy fő koalát látsz, aki háttal. Hát, de olyan cuki valahogy, olyan nagyon jó energiájú állat, igen, nem? Tehát, hogy úgy megfognád, megszeretgetnéd, de nagyon helyes. Na mi legyen, menjünk tovább? Igen, próbáljuk meg, ha már egyszer bekerültünk. Így van, Ádám, ez a beszéd. Így szól a második kérdés, sapkáért, sálért. Melyik században élt Janus Pannonius? Ne kapkodjunk. De a század, ez mindenkinek nehezen megy, igen. Na, kockáztasson. 14. 15. Így van! Igen! Nagyon jók vagytok. Így van, a pécsi püspök is, hát ugye Mátyás király tanítója. Na, mit csináljunk? Menjünk tovább, azt kipróbáljuk a bummozást, hogyha véletlenül nem sikerülne. Jó, hát hallottunk már érdekes bummokat. Így szól a harmadik kérdés, az USA melyik államában található a Grand Canyon?
Valakinek van internete? Hát akad, igaz. Akad, az, ja, nagy a csönd, ilyenkor mindig gondolom, hogy interneteznek. Az a baj, hogy már annyira ellustul az ember, hogyha nincs meg interneten, nem is gondolkoztok. Hát el kell helyezni a térképen, hol van, nagyjából, mihez van közel, és akkor már azért így be lehet azonosítani. Igen, ez Arizona. Arizona államában, így van. De most játékosunk kifejezetten örült, hogy bumbozhat, én úgy hallom, ugye? Igen, mert most már négyen vagyunk. Megnyomjuk, ez hatalmas lesz, srácok. Hú, erre akkor nagyon-nagyon készülünk. Mehet? Mehet, igen. Na, akkor indulnak az ajándékcsomagok, tiki-taki. Bemértétek, vagy csak úgy lőttetek egyet? Bemértük. Mondja, bemértük. Bemértük, benéztük. Hát állam nem érez. Ne elé ment, sajnos. A kutya fáj. Nem baj. Akkor indítsuk az órát újra, srácok. Jó, mindenképp. Srácok, köszi a játékot, ciao. Köszönjük. Sziasztok, jó munkát nektek. Hello. Azt mondja, hogy anyósom egy pohár vízbe égetett gyufát itatott meg velem, mikor fájt a fejem, mondván olvasta egy magazinban, hogy attól elmúlik. Egy óra múlva sarokba álltam. Pohár vízbe égetett gyufát. Elégeted a gyufát és beledobod. Ezt én is hallottam. Hogy ez jó a fejfájásra. És megiszod a levet. Nem kell. Nagyon kemény. Nem kell mindent elhinni. 4 perc, pontosan 9 óra Kassa TV-vel folytatjuk. Jönnek Ákostól a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk TV-vel a hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek, ráfordultunk az utolsó egy órára. Kedv van, most még talán egy kicsit hűvösebb, ha valaki most indul, de... aztán már napközben jó idő lesz. Ez a klasszikus tavasz, ugye, amikor reggel este hűvös, hideg, de napközben már ez a 10-13, 15-16 fok helyenként. Napsütés. Ma igen. Is lesz napozás? Micsoda? Újabb barnulás? Barnulunk ezerre. Muszáj a D-vitamin készletet egy kicsit feltölteni. M30, M3-as 21-es úti felhajtó Pest felé KPM tüsténkedik, R32 küldte nekünk. Köszönjük szépen. A Petőfidnál történt egy baleset Budáról Pest felé, minden beállva, nehéz a haladás, aki tud kerüljön. Zoli küldte nekünk. Mérnek Nyéken is a Kavicsbányánál a Debrecen felől érkezőket Bodor, a Mazdás. Tóta meg kakaót, meg egy SMS-t, igen. M3-as autópályán a 60-i után a Molkútnál van egy trafi, ezt Betty küldte nekünk, köszi Betty, és a budai alsó rakparton mint mindig ma reggel is lassú a haladás, mert a Margit hídnál még mindig óriási káosz van, ott nem lehet lemenni, viszont így már a mozaik végéig áll a sor. Na, gyerekek, hát kedv van. Ez pedig ugye egyet jelent, hogy megérkezett hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már roviban verset írtam egy taknyos sepire. Így írtek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Wow! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Hey! Tibi! Tibi! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Gyerekek, azért maradjunk emberek, lehetőleg. Valahogy őrizzük meg legalább a minimális méltóságunkat, mivel hányunk a mikrofonba. Hello, Tibi, jó reggel, ciao.
Sziasztok! Mi újság? Embertelen hétvégén volt. Tehát, hogy hát megint... a nőnap gyerekek azért az mi? Egyébként nem értettem. Felköszöntöttek? De igen. Egyébként kaptam virágot. Ez olyan, anyámnak a Valentinnapot, amikor fölhívott, hogy drága kisfiam, boldog Valentinnapot kívánok, és én negyed óráig magyaráztam, hogy ez nem ilyen anya-fia relációban működik. Tehát, hogy hát szeretjük... vagy még szerelmes beléd az anyád, az a másik egy alternatív. Egy ilyen fordított ödipál is valami katasztrófa. Nem, ilyen legek hétvégéje volt. Hát egyrészt nem értem, miért volt ennyi föllépés, aztán összeállt a nőnap. Tehát, hogy ennyi volt, tehát, hogy már világos, hogy jövő héten mi van csak egy. De nem ajándékot szoktak ilyenkor adni a nőknek? De nem jó dolgokat. Én szereti a barátnőjét, hogy veled ajándékozta meg. Hadd idézzek egy népszerű kasszatívi slágerből, én vagyok a legszebb ajándék, amit valaha kaphatsz. Ugye? Tehát annak idén megénekeltem. Na de nem ez a lényeg, hanem én finoman valahogy osztó ágra kerültem, három sztorit gyűjtöttem ki, amit szerintem imádni fogtok. Egyik koncert, lennül egy ilyen 5 év körüli kislány. Nagyon néz, nagyon nem érti a koncertet, láthatóan nem érzi jól magát. Mondom, hát ebből akkor valami előnyt kovácsolok, fölviszem a színpadra. Hát ott fölvittem a gyerekkicsi hozzám, fölbanduk a lógóra. Mondom, kicsikém, ugye nem tudod, ki vagyok mi? Mondja, nem. Mondom, innen mentem a helyzetet, majd hozzátette, de nem is érdekel. De nem is érdekel. Évesen, ez jó. De nem is érdekel, majd lesétált és visszaült. Ültem, mondom, majd, hát és innen szép nyert, ott vittem tovább a koncertet, nyomattam. Ugyanezen a helyszínen találkoztam egy csávó, a két fejjel magasabb volt nálam a forma. Ekkor gondolkodtam erre, hogy kéne egy ilyen aranykretén kommentelő díjat nyitom egyébként a Facebookon. Tehát olyan gyémántok vannak, érted, hogy nem hiszed el. Két fejjel magasabb csávó, lefotózkodtam vele, kiposztoltam a Facebookra, hogy én eddig azt hittem, hogy magas vagyok. 10. komment, pedig nem. Egy kis büdös bunkó vagy. Legyen jó. Osztogatod itt a magas labdákat, ez jó duma. Egy kis büdös bunkó vagy. És ez már olyan szintű, hogy ez díjat érdemel, és ezt már ki se törlöm. Tehát ez már azt gondolom, hogy az a kategória, kell a jövő számára. Kiemelni, megcsillagozni, kirakni, tehát hogy nagyon nagy. De nem ér véget, koncert életem legnagyobb ökör elszólása színpadom. Nyom a bulit, odaérek, rutin, tudod, már az a baj, hogy nem figyelsz rá, rutin mondatok. Minden kéz a magasba, helyett sikerült azt mondanom egy plázabuliba, hogy minden pénz a magasba! És föltették. Hát már a számlatömbörődel gondoltál? Tehát már a kifizetése nem, járt az eszed, hogy de jó lenne, ha már ott tartanánk? Valószínűleg igen. Kinek állítsam ki? Legyen már vége. Igen. Gabi mondta, hogy készpénzes, mondta, hogy készpénzes, igen, mondta, igen. Hogy nem utalásos. Minden pénz a magasba. De nem, hát ha belegondolsz, Jó egyébként, igen. És hogy elkezdték volna lobogtatni 500-est. Ez egyelőre a mérleg a hétvégének, tehát azt gondolom, hogy rendhagyó a dolog, de találtam nektek valamit, ami nagyon fog nektek tetszeni. És azt gondolom, ez élelmiszeripar egy megújulás előtt áll. Olyan desszerteket találtam, amit nagyon fogtok szeretni. Balázs, neked mutatom, hogy oda is adom, és akkor jobban tudod. Ja, ezt láttam, ezt nekem elküldték. Ez megy már Facebookon körbe, igen. Szerintem nagyon finom. Tehát, hogy gyerek játszóházban találkoztam vele a pultra kirakva. Hát igen. Nagyon a tevének a golyói megehető formában. A gyerek rámutat, és úgy van ábrázolva, hogy ha te megveszed a gyereknek, folyik ki belőle valami tűt, és a tehénnek a here golyóit teszi meg. Teve here golyó tulajdonképpen. Tessék? Milyen hát így gondolom málnás vagy, eperes az életben ez talán kevésbé. Nem csak beduin gyerekeknek. Igen. De jó, mert a gyerek rákap egyébként, sok helyen látom én is. Sok helyen. Ám látja, színes állat van rajta, tudod, de még ez összeset teszi egyébként, hogy here és akkor az milyen ízű, hanem csak színes ott van, mosolyog az állat, tetszik neki azonnal meg akarja vetetni. Áll háttal ugye a dobozon egy teve, kacér a mosolyog hátrafelé, és két orbitális herét itt áll, hogy falatoz kicsi. Hát az elmúlt a pénztárnál egyébként. Elmúlt évben ment az a reklám, azt nem tudom, emlékeztek-e, hogy fejte a zsiráfot a csávó, nincs meg, de ült egy nagy raszta arc a zsiráf előtt, fejte a zsiráfot, és én kis cukorkák hullottak ki belőle. Hát azt úgy akarnál? Azt nem láttam. Nem biztos. Nincs meg? Nem, azt nem láttam. És amikor ilyen szemes dolgot dobsz bele egy tálba, úgy volt a fej és hangja. És azzal volt eladva a cukor? És ezzel volt, hogy te egyél zsiráf tejcukort. De a gyerek máshogy gondolkozik, ő még ebben nem gondol. Tehát mi vagyunk azok, akik rossz gondolnak. Arra is az állat mosolyog, jön belőle, jaj, de jó finom. Tehát, hogy te vagy felnőtt fejjel, aki ezt tovább gondolod. Azt azért, amikor az állatkertbe alá fekszik, és várja a csodát, ott azért nagy meglepetések vannak. Na, én azért beszélgetek a gyerekkel, Tibi. Én azért elmondom neki, hogy nem kell mindent elinni, amit a reklámban lát. Apci, ott van a rágó, nincs becsomagolva. Igen. Csak egy szemet. De hát itt van, azt gondolom, hogy ennek a továbbfejlesztett verziója, hogyha esetleg valakinek nem lenne elég bizarr, na hol a kurzor? A tele here? Akkor annak itt van a bika kaka.
Nem már! Itt van, ez szintén 29. Ez is kapható, tényleg? Rajta van 23 forint, ugye bullshit néven van a dolog árulva, és ott van egy bika, aki oldalálisat kulázik, és azt a gyerek pedig azt mondja, hogy apci, ebből egy hármat. De basszus, nem létezik, hogy ezt megvegye valaki. De nézd meg, ott van. Nekem egyébként semmi bajom, de tényleg. Tehát ez a te agyadban van úgy, hogy jaj, most te nem. Hát ez nyilván nem az, kettő, hogy ez egy humor. Hát ez tök, most érted, 150-edik ugyanolyan cukor lenne, ugyanolyan csomagolással, nyilván nem nyúlnál rá. Tehát ez egy tök jó marketing ötlet szerintem. Nyilván nem azt veszed meg, nem? De ha már élelmiszer, hát mondtad, hogy ilyen fogyis pizzát eszel, elfogyott a készlet, vagy rossz helyre megy, vagy most mi történt? Vagy elköltöztél? Ezt jegyezték meg, ugye én észre sem vettem, de egy ilyen feszülőse pólóval rajta, elköltöztél, címet változtál, vagy nem szóltál még be, hogy rossz helyre küldik a pizzát, vagy mi? Nem, jó helyre küldik a pizzát, szemetek voltak, most a 5. leadott kilónál tartok, és fajta össze. Hát annyira. Hát csak ezt mindig visszakajálod. 5 kiló. Nem is drága. Messziről indultam, de igenis szemetek vagytok, mert döbbenetesen jó formában vagyok, csak annyi, hogy irigyek vagytok. Jó, ez lehet, én azt hittem rossz helyre megy. De főző programban össze lett mosva lehet a póló, ez egy gyerekkori póló, amit fölvettem. Igen, nekem is a vikinél kimos a pólóimat, és 3 számmal kisebbek lesznek. Hát nekem van egy ilyen mozdulatsorom reggel, hogy fölveszem a pólót, és tudod, ez a nyújtogatás. És mindig egy 4-5-5 így rányújtok, hogy egyébként így valahogy normálisan mutassa. Vagy amikor teregeted, még húzol rajta egyet. Na, de haladjunk, mert hogy megy az idő, aztán megjön a végére. Ne beszéljünk most a kísérletet, és jobban lévő zsírégető pizzáról egyelőre még, mert látjuk, hogy még tökéletesen lesz. Valahova fejlődni. Na, de hát hiszen valamiből ki a csőröd, vagy az most elmarad, vagy lesz, vagy mindig. Igen, most már lesz böki. Most, hogy így rákérdeztél, egyre több dolog van, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Hosszú vagy, csak én hallom egyre hosszabbnak. Nem, ez nem. Ez mindig ilyen hosszú van? Azt nem becsempésztél egy újat. Repül az idő, ha jól mulatsz, Balázs. Akkor igen. Akkor valóban. Na most nem csak a hosszúnak hallottam. Olyan böki a csőrömet hoztam neked, amit te, mint gyakorló csillagász, figyelj, ezen bebőksz, besírsz. Nem lehet nem megadni? Tehát egyből készítsem azt nem tudom, azt nem tudom, de ez, mert ezt imádni fogod, mert valamiről lemaradtam. Anyám a vétkes. Anya, ha hallgatod, várom SMS-ben a magyarázatot. Egy csodáról, amiről lemaradtam, és már nem is fogom megérni valószínűleg, mert anyám 8 évesen engem nem vitt ki megnézni a Hélius tököst. És ennek utána számoltunk most, hogy bizony, ez be is néztem. Igen, mert ez már, van még egy ez kicsit. Már nagyon-nagyon jó kéne azért, ehhez már nagyon-nagyon szépen kéne élni, hogy ezt bebírjam húzni, mint strigulát a bakancs listámon. Jön majd valamikor vissza. Valamikor egész pontosan, hadd segítsek neked, 2061-ben addig állják csak fél lábon, rögtön berepül a Hélius tökös, és akkor, hogyha aki addig elmulasztott, az fogja látni. Mikor volt? 86-ban? 86-ban. Ki valakinek van-e bármilyen ködös gyerekkori emléke? Na. Magára az üstökösre. Tehát, hogy mentünk, anyám mondta, hogy Héli üstökös, lementünk, megnéztük, láthattad, szabad szemmel láttad, szép volt, gyönyörű volt, nap, tehát nem úgy van, hogy de nézed látszik, egy órát és eltűnt. Látszik maga az üstökös, és úgy látszik egyébként, hogy is hihetetlen táv messzire jön, és hihetetlen messzire megy, hogy napokig látod. Tehát nem arról van szó, hogy mint egy repülőgy elmegy, hogy hús, hanem meglátod mondjuk a keleti oldalon este 8 órakor, hogy itt, másnap 5 centivel arrébb, és egy 3-4-5 napos, nem tudom pontosan mennyi volt, amíg áthalad fölötted, iszonyatosan messze van, ugye, és iszonyatos távolságot jár be, és napokig mentünk le a bátyámmal nézni a Héli üstököst, és a végén balra szépen eltűnt, mint egy repülő, hetekig tartott, vagy le egy hétig biztos. Erre tisztán emlékszem. Soha nem bocsátom meg anyámnak. De mikor születtél? 78. Hát akkor azt neked látnod kellett volna. Igen. Hát de lehet, hogy pont az 3 napig a földet néztem, nem? Lehet, hogy valami izé volt. 8 éves volt, hát te már aludtál önkor esténként. Te, hogy is ott állt a hoddogus előtt is. Tibikém, nézd már föl! Tibi. Igen, nézd itt a Héli üstökös Tibiket. Jobbra egy picit, léci. Nem veszem le a szemem a virsliről. Nem veszem le. Még nem teszi bele a bácsi a kislibe. Még mustár. Tibi, nézd az égre. Nem veszem le a szemem nem, a virsliről. Nem, anya, kürtös kalács. De engem így képzeltek el, mint egy ilyen rossz, ilyen kajakoldus gyerekkorom volt. Hát nyilván nem voltál rossz evő.
De nem voltam. De ez mert én rossz szemű voltam, én egy sárga vagyok, de azért te nem voltál rossz szemű. Na jó, akkor itt öntsünk. Vagy aztán 10 évesen történt egy ugrás. Öntsünk tiszta vizet a pohárban. Meg kell védenem a Tibit, ne te csináld. Gyere, mutatok Facebookon képet. Zabált, mint az állt egy dagad diszt. És nem. Szemet láda. Mutatok, én láttam róla a képet, és itt kifejezetten slank srác volt. Na, ez hol tört el? Tehát mi változott? Mikor nagyon megnyúltam, és utána kicsit összementem, és ott az arányok ugye elmástak. Figyelj, most mutatok képet, tényleg bebőgsz, hát olyan voltam, mint egy két lábon járó válfa, hát várjál már, mutatok most, hát tényleg ki vagyok tőletek idegileg. Várjál? De mi szakadhatott el? Egy hirtelen gyomorgyűrű az szakadt el. Ez krisztálos korszakban, itt azért már nem voltam kórosan sovány. Egyébként durva. De akkor ez valami lappangógén lehet, ami öntudatábra ébred benne. Lappangógén. De tényleg tényleg időről időre megszívja magát. Kiköltözött a galand. Nem, most addig szemétkedtem, hogy most mutatok egy korom a másik, én találtam neked egy Sebestyén Balást. Tényleg? Aki megdöbbentő, hasonlít, jóképű, jó duma, minden. Tehát, hogy egyezekben jó... De hogy hívják, Istenes Bence? Ez csak a művész neve. Nem, várj. Ezt a pillanatot... Álljod elő az igazsággal, hogy az öcsém. Igen. Na, de hogy még mielőtt erre rácsúsznánk, hogyha én mondjuk akarnám egy kicsit turbózni a nevemet, akkor én bármit fölvehetek? Tehát én bármit hozzátehetek? Az én nevemhez a meglévő Kassa Tibi Terminátor? Kassa Puskacső Tibi. Vagy. Az jó. Hát van, aminek kilógna a lóláb, doktor Kassa Tibi. Mi? A szerelem doktor? Ja, úgy igen. Na, de az Ufos Zsolti volt a szerelem doktor. Bármit föl lehet venni? Tehát, ezt hogy most a felnőttként nyomhatom a... Ragadvány nevet adhatsz magadnak, de hivatalosan a szemétbe nem fog megkerülni. Kassa Puskacső Tibor. Ez kevés az esély. Felnőtt emberként nem mondhatom azt, hogy Kassa... Nevet változtathatsz. Hát család szabályok azért, tehát hogy nem tudsz mindent megtenni. De Amerikában nem az van, hogy bemész és azt mondod, hogy banánhinta Andrea vagyok, és akkor fölveszed? Hát nem akartam még a banánhinta nevet fölvenni Amerikában. Nem már tudom. Rajta. Neked bejön, moszikos vágyam. Másodjára hallom, hogy banánhinta kezdik. Elég jó. Éri. Tudom, Magyarországon nem tudod. Tehát lehet ragadány neved. Igen, illetve nevet tudsz változtatni, de azt hiszem csak, hogy a 18 éves életkorodat betöltötted. Tehát előtte nem. Voltam. Ha mondjuk neked nem tetszik, hogy mit tudom én, Olga lettél, vagy Kálmán, akkor azt meg tudod változtatni. De családnevedet is tudod. De akkor azt meg tudod változtatni, vagy mit tudom, Tamás, vagy Gábor, családnevet is tudsz? Lehet, igen, nem tudom, de az is be kell, hogy tölted, nagykorú kell, hogy legyél. Nekem a Kasszát azt régen gondolkodtam át, hogy azt megváltoztatom Sarlóra. Sarló TV. Na, vagy Kassza nem a DJ Tibor. Kassa, de nem a DJ Kassa Tibor. Kassa, de nem a DJ Tibor. De figyelj, igazából nézzük meg, hogy miért választotta ezt a nevet, vagy lehet, hogy így születettem, vagy csak fölvettem, látva a döbbenetes sikereket, érted? De lehet, hogy meg akarta lovagolni ezt a hullámot, amit én gerjesztettem, a Hélius tökösről lemaradva, akkor hívjuk Kassa Tibit, és picikét menjetek rá, srácok, nézzük meg, hogy mit tud. Hogy mit tud. Nézzük meg, mit tud. Diszkózzon most reggel, vagy most a Szegedin? Kertessék, Kassa Tibor. Hello Tibor, Tibi! Balázs, hello! Ciao. Szép napot kívánok nektek, sziasztok! Hello! Na, itt a Tibi téged felvezetett, neked ebből előnyöd volt inkább, vagy hátrányod, hogy te is Kassa Tibi vagy? Hát hátrányom igazából soha nem volt. Persze, hogy lenne? Inkább előnyöm, tehát én szeretem a Tibinek a munkásságát, illetve hát figyelemmel követem a dolgait. Mondani egy szituációt, vagy egy élethelyzetet, vagy bármit, amikor te bemondtad, asztalt foglaltál, bejelentkeztél, szállodába mentél, bemutatkoztál telefonon, persze, és azt mondták, hogy na, persze, az a Tibi, vagy visszakérdezek, mi történt? Rengeteg ilyen helyzet volt, hát azt tudni kell, én lemezolvasként dolgozom itt Szegeden, mert én szegedi lakos vagyok. Volt rengeteg olyan dolog, amikor például az ismert közösségi portálon rám írtak, hogy reggel hazaértem egy buli után, ulla fáradtan, és rám írtak, hogy hát a tehetségkutatós duettben nem dicsértem meg azt a lányt. Én meg visszaírtam az úriembernek, hogy hát jó, hibáztam, és legközelebb megfogom, tehát... Ja, Facebookon írtak rá, tehát Facebookon kevertek benneteket össze. Igen. Úgyhogy visszaírtam rá, és utána jóvá hagytam, mondta, hogy nagyon szépen köszöni, ennyi. Uh-huh. Hasonlítasz is a Tibire külsőleg? Te szép vagy te is? Annyira szép nem, mint ő, aha, de igyekszem. Hát annyira ne is akar. Olyan volt mostanában, esetleg én látom rajta, vagy látom itt a képeket a fenteneten, amik rólad készültek, hogy valaki azt mondta, hogy Tibi basszus, ezek tényleg működnek, ezek a pizzák. Hát figyelj, valaki hátba vert ott Szegeden. Hallod? Mert a korzon. Lassan a diétapizza, be kell, hogy utaljon, gyerek, amennyit toljátok, és meg kell, hogy köszönjük. Így van.
Úgyhogy volt még egy pásztori, hogyha gondoljátok, akkor el tudom mesélni. Hát ha ilyen jó, mint az előző, ez akkor mindenki. Ugyanolyan jól mesélsz, mint én. Igen. Jó, oké, csak egy rövidre hívtunk, nagyon drága vagy, jó munkát neked, jó, köszi. Jó, köszi. Csáó, szia Tibi, vigyázzon. Hello. A te számaidat játssza egyébként? Hát fogalmam nincs egyébként, hogy játssza, de ez hihetetlen, annyira jó hallani, nem, hogy tényleg az, jó, ez a jó tolta, nem? Á, nagyon jó. Jó meglőtt. Igen. Érdemes volt. Igen. Viszont hát nézzük meg akkor, hogy akkor a te alter egód mit tud egyébként, mert egészen véletlen előhúztam neked a kalapból. Hogy találtad? Beírtam, hogy jelentkezzenek a ilyen névrokonok Facebookon, és valaki ott hát fölnyomták egymást, hogy ki az. Fölhívtam este, mondta, hogy most este nem tudja fölvenni, nem tudom, ami a túrója nem tudta fölvenni, de mondta, hogy fél öttől. Nem, való világozik, vagy ja, nem annak nevén. Te szemét. Nem, de biztos, hogy elindult az El Camino, mert olvastam a bakacs listáját. Igen. De hogy mondta, hogy reggeltől már el tudjuk érni, fölhívtam, jó dubásnak tűnt, tehát hogy a vérrokonság az vélhető. Nézzük meg, hogy ő milyen vakertól, jöjjön akkor. Milyen vakertól? Jézus, tudod, te is szoktam vakertól. Hallottam egy szalagalot a utoljára. Hallgassátok, milyen vakertól? Nagyon. Tudja, hogy hívjuk, nem szóltál neki. Szóltam. Ezért nem veszik. Most kezd kellemetlenem. Ne aggódj. Tisztelem, mint tegnap este. Én is késem veszem fel, hogy jobban izguljon, aki hív. Ez nagyon nagy, nem? Jó reggelt, Sebessén Balázs. Hello, itt is, hello Balázs, ciao, itt a Tibi is, hello, tudtad, hogy keresünk. Hova való vagy? Hát a rokonok vagyunk, vagy egyszer a... Könnyen elképzelhető, névileg biztosan, úgyhogy tartsunk is össze, mi Balázsok. Jó. Átjössz hétvégén? Sütögetünk kicsit, valamit csinálunk. Azt értem, hogy szeretem az iszont is pulykát is, nem tudom, mit van nálad. Mi van nálam? Virsli. Szójából. Én most be kéne fizetni egy kis építményadót. Jött a polgármester hivataltól. Figyelj, a neved inkább előny vagy hátrány, ha bemondod valahol, vagy volt-e már olyan, hogy összekevertek? Ugyanaz a kérdés, mint az előbbi Kassa Tibinél, aki szegedi volt. Voltak egy ilyen? Én a segítségével egyet pénzt keresek. Komolyan? De ezt most komolyan mondod, hogy tudsz valahogy pénzt keresni ezzel? Persze. Konkrétan? Hogy? Konkrétan? Ez egy idegen szó. Azt mondom, hogy időtartási iratkozatot. De részben csak annyit egy picit, hogy tömören, hogy olyan cégnél dolgozok, ahol ezt fel tudom használni. Telemarketingesként tevékenykedtem egy ideig. De most fölhívsz valakit telemarketingesként, hogy neked van eladó paplanod? Én vagyok a Sebestyén Balázs, tudja, nem mondod, ugye? Hogy te valaha fölhívtál valakit, és paplannal házaltál az én nevembe. Ezt nem mondod komolyan. Úristen! De olyan, mindenkitől elnézést kérem, aki tőlem az elmúlt 3 éve paplant akart venni. Nem én voltam. Jó napot kívánok, Sebestyén Balázs, a kiváló paplant. Tudja, hogy... És ki se kell mondanod, érted? Mert az csak annyit mond ő, hogy tudja, melyik Sebestyén Balázs. Amikor visszakérdeztek, hogy az a Balázs, akkor finoman utaltál, hogy az? Ja, igen. Hát miért honnan tudod, hogy ő mire gondol, vagy kire gondol? Az a Sebestyén Balázs? Az ő igazság az övé. Én ezzel nem fogok korlátozni. Na és vették a paplant, vagy nem végül? Ez a lényeg, hogy adtál-e paplant a nevemben? Paplanunk az nincsen, de egyéb más háztartási eszközök azok vannak. Mert rajtam keresztül egyszer szerintem kerestek téged. És én azt hittem, hogy engem szivatnak, de egyszer keresett valaki egy olyan Sebestyén Balázst, aki árul valamit, illetve egy olyan Sebestyén Balázst, aki egy kiadónál dolgozik. És azt hittem, hogy hűlnek, de akkor lehet, hogy téged, mint Sebestyén Balázs paplanárust kerestek rajtam, mint Sebestyén Balázs egyébként. Ez a tök komolyan megtörtént. Igen. Háztartási szépségápolás, egyéb. Aha. Ez még mindig jó. Akkor Duma hasonló a jó, mi nekem, abszolút. Tehát ez az működik. Te hol laksz? Merre laksz? Én vidéki gyerek vagyok. Azért is mondta, hogy te is faluról gyűjtél. Aha. Elég hát, jól van, Balázs, na, egy nagyon jól beszélgettünk, csörgünk majd még, jó? Köszi szépen, ciao, hello. Szia, ciao. Köszi. Fantasztikus beszélgetés. De előtte majd castingoljuk le, akik adásba kerülnek. A Balázs. Ez a vaker. Ez a Duma és ez a vaker, Tibi. Nem tolt jó vakert egyébként. A simán lehet, hogy faterunk egy kicsit átkoricált ott, és a szomszéd basztott még ott elvetette magjait, nem? Tehát azt nem látjuk ilyenkor, nincs egy kis rokoni viszony. Minden Sebestyén, meg apám minden... Apám azért oda tette magát, így a 70-es évek környékén, tehát nem csodálkoznék, ha valaki egyszer a nyakamba borulna az M7-es lejárónál a molkutnál, hogy szia tesó! Szia tesó! Tehát apámat azért nem kellett félteni. Simán lehet. Nálunk sem volt konzervatív gondolkodás. Mondjuk, ha ő a tesóm, letagadom. Tehát, hogy...
Egyébként mennyire messze esett az almafájtól, mindkettő nagy dumás volt, nem? Már kicsoda. Ja, hogy mindkét Balázs, mi a Balázs esetében. Ha ugye, hogy ezeket összeeresztenénk, hogy el tudnának, hogy reggelig így kis andalogni a dologgal. Hát azt meséltem, hogy én régen eljátszottam, hogy mindig más nevével foglaltam asztalt, és megnéztem, hogy ki a legmenőbb. Ezt ugye én elmeséltem, hogy én nem a saját nevemmel foglaltam. Volt idő, amikor Vágó István voltam, vagy Friderikus Sándor, és úgy foglaltam, és mindig megnéztem, hogy hova ültetik az Istvánt, hova ültetik a Fridit. És általában a Fridi kapta a legjobb asztalt mindig. Tehát, hogy legyőzte az éttermekben az István, sőt, amikor elmentem ugyanabba az étterembe, kétszer befoglaltam, egyszer Vágó, egyszer Fridinél, és a Fridi jobb asztalt kapott. De én a saját nevemet soha nem adtam. Szerviz szerelőt hívunk, vagy bejelentkezünk. Én a Viki nevét mindig. Pizza rendelés. Én nem mondom. Bemondott, hogy Csebessé Viktor övé, és mondja, nem, hogy ne dohányozz. Nem. Ne dohányozzon annyit, kedves hölgyem. Nem tudom, hogy tegnap rendeltem pizzát, és kérdezte, hogy név, és azonnal a Vikiért. Tehát az én van, hogy a sodomat senki ne állja. Fie, Peri, nagyon vicces. Fie, én mondom, ezt, a pizza rendelés nem. Én nekem ez megvolt, amikor rendeltem egy pizzát, elmondtam, milyen feltételeket kérek rá, ez az almaz nem tudom legyen, és akkor kérdezték a nevet, és mondtam, hogy Kassa Tibor vagyok. Tudod, volt egy 3 másodperc csönd a túloldalon, majd annyit mondott, hogy... Az, aki a prospektusainkon ma. Nem azt tesz szemét. De... Jó helyre küldjük a pizzát? A diét a pizza nevében mindent köszönünk. Jó helyre küldjük. Hát itt poéngyilkosok, ezt nem bírtátok kívánni. Nem, csak ennyi volt, hogy volt egy ilyen 3 másodperc csönd a túloldalon, majd annyit mondott a diszpécser. Az igen. Ez vagyunk jó. Ez na jó van. Félve kérdeztem a rengeteg jóért és az általatok kapott indirekt reklámért, amit ezúton is köszönünk. Jogos-e a tarts és a sikoly? Na, mit keresel te szemétláda? Na, mit? Nézem. El akarja indítani a beszélgetést. Én nem tehetek róla, hogy nem stand-up voltak itt a névrokonok. Nem, kifejezetten jók voltak. Én abszolút... De szemét. Most már felhúzhatom a gatyámat. Van sok. De szemét. Túltoltam. Kicsikét. Jó van, nagyon. Tibinek köszönjük szépen. 3-4-10 lesz. Pontosan 4 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3-4-10 lesz pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Küldött egy hallgatónk egy fotót egy Trafipaxról egy épületnek a tetején, próbáltuk kitalálni, hogy mi lehet kirakható oda, hogy rakták oda, aztán kiderült, hogy arról a cégről van szó, akik ugye gyártják ezeket a Trafipaxokat, és kiraktak egyet, mint egy cégért. Tulajdonképpen mi előtte hát hosszú ideig fejtegettük, hogy hogy kerül egy tetőre egy Trafipax. Hallgatóink aztán segítette. Ez olyan, mint hogy mondjuk van egy vágóidod, akkor kiraksz egy fél disznót. Aha. Igen, csak az azért, azt már nem tudod hova támasztani. Ja, tényleg, oda lefektetsz egy ilyet. Vagy amit mondtál a bontó, amikor fölhúznak egy autót, és akkor látod, hogy bontó van a környéken, igen. Valamint behoztam egy levelet, mert hogy kaptam egy levelet egy polgármesteri hivatalból, ugye, és hát azt hittem, hogy valami jót szeretnének közölni, aztán megvitattuk, hogy mit kell ebben a helyzetben csinálni, ha az ember ilyen levelet kap, és egy szabad szemmel látható összeget be kell fizetni a polgármesteri hivatalba. Megpróbáltunk kibúvót találni. Szerintem megvagyunk. Megvagyunk, szerintem. Meg igen, felépítettük az érvelést, és szerintem abszolút támadhatatlanok vagyunk. Tessék? Ma bemész. Csak a friss kávé miatt mondom. Mert akkor biztos, hogy lesz lefőzve. Nagyon nem tudok mit csinálni, befizetem inkább, azon gondolkoztam. Szóval az építmény adóról beszélgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Őrültek vagytok. A csönd. Te a hallgatók is. Best of után olyan jó egy kis csönd, mert... Ja, akkor ne szólalja? Nem, erre voltam. Hatásuk csak az elég. Mi újság, Csabikám? Megőrülök, hogy tényleg ennyi adó van még, amit nem vetettek ki. Te sem fizeted ezeket? De én mindent befizetek, és ezért is csodálkoztam, hogy most miért vagytok ezen fennakadva, vagy egy állampolgár rendesen kitölti a... Mert eddig nem érkeztek meg a levelei, tudod? A vicces tényleg, amit a Jani mondott, a megfogalmazás volt, én naívan, becsületesen kitöltem. Hogy történt meg egyetlen magyar emberként. Nem is számított rá, hogy így bebőrözik, érted? Naívan. Ezt a nyomtatványt kitöltötik, jó hiszemen beírja az adatokat, a valós adatok. Hát mi is olyan naív hozzáállás lesz? Hallod? A bajvilágból azért mindenre fel kell készülni. Tudhattam volna, hogy csel van a dologban. Hát én naívan beírom a valós adatokat, erre kiküldik az építményadót. Nem ilyetet lát. Minek nézik őt? Érted? Nem egy minden hájjal megkent gazember, hanem egy állampolgár kitöltötte azt, amit ki kell beírtam. És nálad... mit csináltak? Visszaéltek. Nálad mi van? Kommunális? De hogy nézhették azt a levelet? Nézd már!
igazi adatok. Ez kitöltött, ő az első. Végre valaki, aki nem egy nem tudom, kutya oldban lakik. Megkapták a polgármesterét, ez a Bali milyen hülye, beírta a valós adatokat. Hát ez nem normális. Tudom, mindenki tudja, hogy mire szolgál az adatkérés, hogy utána, hogy megkapod az építményt. Egy ház, amiben csak egy család lakik. Nem 80. Döbbenet, igen. Nálad hogy szedi az önkormányzat? Az önkormányzatra van víz, egy kommunális adó, építmény adó, többféleképpen szedheted, egyszerre többet nem szedhetsz. Én nem vagyok tulajdonos, tehát nem tőlem szedi, de én fizetem. Te csak adod. Megtűrt személy. Igen. Nekem gépjárműadón van, pont most kaptam meg egyébként. Ezt két részletbe kell befizetni, és akkor mindig attól félek, mert ugye befizetted, nem tudom, március 16-ig az első részletet, felrakod valahova jól látható helyre, hogy majd szeptemberben előkerüljön a másik csekk. Sose lesz meg. Addigra biztos, hogy rápakolsz még 26 dolgot. Le kell tudni egyben jobban, ugye? Fáj, de egyszer veszel. Na de mi van, hogyha eladod közben az autót, vagy tönkre megy, vagy ellopják, vagy hát akkor hát, fölösleg ez sem fizeti. 8000 forintot. Beadod az adásvételi szerződést, és visszafizetik a maradékot. Komolyan. Képzeld el. Gépjárműadónál, ha az egész évre kifizetett, visszaadják? Ugyanígy van az éves autópálya matricával, ha bemész, azt is visszafizetik, és a nem csak adóra. Átruházhatod a következő autódra, ha lesz? Hát azt nem tudom. De az biztos, hogy, tehát, hogy rajta nem marad, vagy nem veszíted el, mert nyilván veszel új autót, rá, vagy átteszik, átviheted. Aha, vagy visszaadod, visszakapod. De a ház után nem fizettek, hisz ez Rómeóban lakunk, tudod. Tehát... Micsoda? Mi kutyaolban lakunk, nagyon kis házban lakunk. Igen. Na mi is, sportoltál? Persze. Voltál? Micsoda kérdés. Gyurmáztál? Nem, én kardiózom továbbra is. Most azt csináltam, hogy álltam egy futógépen, amin megemeltem ugye a dőrésszöget 10 fokra. Nyomkodtad a gombokat, aztán meguntad. Nem indult haza. Nem indult meg, aztán gondoltam, leszállok róla. És akkor egy ilyen 6-os erősséggel, az már jó tempó, főleg hegynek fölfelé, és ott 40 percet. Mentem. Az Csabi. Kemény vagy. Nagyon mondom, az szép. Ez tényleg szép. Jó van, hívjuk a nap hallgatóját. Na mondja, hogy morning show. De megcsodálhatjuk akkor meg a kis feszes popsidat és a combjaidat kerékpáros nadrágban valamikor utána, május környékén. És utána hasasztam. Bocsánat. Igen? Igen. Mi van már héten? Tegnap se sikerült. Hasasztál vagy hasaltál? Szerintem ezt kinyomta. Hasizom gyakorlatokat végeztem. Igen. Nem akarja. Aha. Nem akarja. Remek zenék, Csabikám, mondj valamit. Hozok egy olyan csavar van ebben az egészben, a Honeybee zenekart hozom, aminek ugye Tarján Zsófi az énekese, aki ugye talán a Jani tudja leginkább, death metal énekesnő volt. Vagy énekesnőnek akkor nem igen, lehetett. Nem, ez hörgött egy death metal zenekarban. Aztán elment a kőbányai zenei suliba, ott meg ragyogó jazz énekes lett belőle, most pedig egy alter rock zenekarban énekel. Tehát szinte minden műfajt kipróbált, és hát jelek szerint mindenhol otthon van. Én azt gondolom, hogy igazából most találta meg a számítását, és az az érdekes a Honeybee-ben, hogy úgy hoznak slágereket, ugye az alternatív zene lett ma már a mainstream, hogy nem a megszokott szövegvilágot hallhatjuk, mint például a kasszatibi dalokban, vagy az más szép, populáris popzenében. Rettenetesen mély és komoly szövege van a Maradok című dalnak, hallgassátok meg, de ugyanakkor úgy van megfogalmazva, hogy közben mosolyogsz. Úgyhogy ezt hozom nektek. Meghallgatjuk. Csabikám, 555-55-00, jó, ha valaki szeretne dalt kérni, tegye meg. Ja. Egészen nyugodtan és használja az előbb említett telefonszámot, holnap jövünk 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.